szíveskedjék megtenni. Öné a szó, képviselőasszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Zsolnai Örökségkezelő KHT a jövőben különleges feladatokat kap, hiszen a Zsolnai Kutasnegyed beruházásával kapcsolatos és a beruházás következtében kialakuló helyzettel kapcsolatos intézkedések megtétele ráhárul a különféle előkészítő tanulmányok szerint. Ezért is fontos, hogy megfelelő jogkörrel felruházott vezetője legyen. Az előterjesztés ezt röviden megfogalmazza. A magam részéről azt kérem kiegészítésként, amit az előterjesztővel egyeztettem, hogy a szerződését, a KFT vezetőjének a szerződését ne csak a Gazdasági Bizottság tárgyalja meg, hanem a Kulturális Bizottság is, ahol nyilván a szerződésbe az aktuális feladatokat be lehet építeni, amelyek nagy része a kulturális területre vonatkozik. Másrészt pedig javaslom, hogy a megbízása 2010. december 31-ig szóljon. Köszönöm szépen. 31. Köszönöm szépen, bizottság elnök asszony részéről. Dr. Tóth Bertalan, frakcióvezető úr, kér szót, parancsolja. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előterjesztéssel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a benyújtott pályázatban, amely ugye a Zsolnai Kútra és negyed és a Pécsi Konferencia és Koncertközpont üzemeltetéséről szól, az tartalmazza, hogy a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Nyilván most ezen a néven, de lehet, hogy majd egy másik néven üzemelteti ezt a két ingatlant. 50 ezer négyzetméter kútra és ingatlan üzemeltetéséről van szó, és ebben a pályázatban vállalta az önkormányzat, így került beküldésre, és így került támogatásra, tehát így ítélték meg a támogatást is, hogy pályáztatni fogja ezt a posztot az önkormányzat. Nyilván most még teljes terjedelmében, amíg a kivitelezési munkák folynak, addig nem kezdődik meg ez az üzemeltetési munka, hanem majd az átadást követően, de én felhívom a polgármester úr, figyelmét arra, hogy pályáztatni kell, tehát a pályázat ezt tartalmazza, ezt a pozíciót. Nyilván most egy átmeneti állapotról van szó, most is szükséges, hogy maga a cég elkezdi a felkészülést az üzemeltetési feladatokra. Ettől függetlenül kérem, hogy erre legyenek figyelemmel, és megfelelő határidőn belül történjen meg a Zsolnai Örökségkező Nonprofit Kft. Vezetőjének pályázati úton történő kiválasztása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Épp az imént egyeztettünk, azért tartott talán egy picit tovább a szünet bizottság elnök asszonya, amelynek során oda jutottunk, hogy a jövő héten egy tágabb egyeztetést tartunk a további ügyek időszak tekintetében. Ezért is szerepel egyébként az előterjesztésben az, hogy legkésőbb október 15 napjáig, amit most a javaslat szerint december 31-ig módosítanánk, de nyilvánvaló, hogy igyekszünk húzamos vagy tartós megoldást találni erre a helyzetre. Köszönöm szépen a kiegészítést. Még egyszer Nagy Csaba, a polgármester úrja a szó. Köszönöm szépen, én csak nagyon rövid hozzászólást szeretnék tenni. Támogatom Révész Mária mindkét javaslatát, tehát a 2010. december 31-ig történő módosítást, illetve azt, hogy a szerződés vonatkozásában a Kulturális Bizottság is kifejtesse véleményét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, több hozzászólás sincsen, akkor a módosításokról szavaznánk első körben. Kérdezem a tisztelt közgyűlést, hogy egyetérte azzal, hogy az ügyvezetővel kötendő szerződés tervezetét a Gazdasági Bizottságon kívül a Kulturális Bizottság is tárgyalja. Kérem erről a szavazást. Hogy 31 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta ezt a javaslatot. A második módosítás pedig az volt, hogy a írásban jelzett október 15 helyett 2010. december 31-i dátum szerepeljen. Kérem erről a szavazást.
közülés 26 igennel, 3 nem és 3 tagozkodás mellett úgy döntött, hogy elfogadja a javaslatot, tehát ezt a módosítást befogadta a testület. Most az előterjesztés egészéről kérem a szavazást. Közülés 28 igen, 1 nem és 3 tartozás mellett az előterjesztést elfogadta. Köszönöm szépen. Következik a jelenlét címet viselő program támogatása nevű előterjesztés. Előterjesztő Csidi Péter bizottsági elnök úr, öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ma már a napi rendevételnél szóba került ez a program, illetve a támogatása. Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal idestova 3 éve zajlik egy közös program, kifejezetten Győrtelepen, a nehéz helyzetben lévő győrtelepieknek a napi életfeltételeinek javítása érdekében. Idén harmadik alkalommal kérnek az önkormányzattól támogatást a 20 millió forintos összköltségvetésű programhoz, 9,5 millió forint támogatást szeretnénk biztosítani. Ehhez kérném a közgyűlésnek a jóváhagyását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bizottság elnök úr. Nyögire Lajos képviselőtársunk ér szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Magyar Szocialista frakció nevében is a támogatásunkról biztosítanánk egyrészt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatot. Felmerülhet az a kérdés, hogy nem hallott esetleg még Pécs városa vagy a közgyűlés erről a jelenlét programról. Ez csak azért fordulhatott elő, hiszen annak idején a Máltai Szeretett Szolgálat kérése volt ez, hogy ők nem sajtóvisszangot szeretnének ennek a programnak, hanem tényleg egy szociális segítséget, amit már 3 éve megfelelő módon nyújtanak, és mindenféleképpen támogatandó az a munka, amit ott végeznek. Én innen is szeretném megköszönni, azt hiszem, az egész képviselőtestület nevében azt a munkát, amit tényleg a nehéz sors és nehéz körülmények között élő embereknek nyújtanak. Köszönjük, és magunk részéről támogatandónak tartjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólást nem látok, kérem a szavazást. Közülés 34 igennel az előterjesztést elfogadta. Következő 10-es számú napirendi pont a Kulturális Bizottság ügyrendjének módosítása. Előterjesztő bizottság elnökasszony Révész Mária, parancsolja, öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Kulturális Bizottság ügyrendjének módosítása semmi más nem tartalmaz, mint hogy a rendes üléseit minden szerdán tartja, ami persze nem jelenti azt, hogy minden szerdán fogunk ülésezni, de a munka kiszámíthatósága miatt így módosítottuk az ügyrendünket, hogy ne kelljen rendkívül ülésekkel megnehezítenünk egymás és az apparátus életét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok, kérem a szavazást. És 33 igennel és egy tartózkodással az előterjesztést elfogadta. Következik a Pécs Baranyai Ipartörténeti Múzeum létrehozásáért közalapítványa megszüntetése című előterjesztés. Előterjesztő dr. Révész Mária, aki nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, hozzászólást nem látok, kérem a szavazást az előterjesztésről. Közülés 31 igen és egy tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta. Következik 12. sorszám alatt közérdekű hírek megjelentetésére közbeszerzési eljárás kiírása. Szóval egy kiegészítést nem kívánok hozzáfűzni. Nagy Csaba, a polgármester úr, kérde szót, parancsoljon a polgármester úr. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, a tegnapi napon ezt az előterjesztést is megtárgyalta a GAVÁB, a
Gazdasági Bizottság, és ott tulajdonképpen abban konszenzus alakult ki a bizottság tagja és köztem is, hogy úgy kellene módosítani a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény szintet, hogy a Pécsi Hírek is el tudjon a tekintetben indulni. Három feltételrendszer van, és ezekről szeretnék egy kicsit beszélni. Az egyik az a MATESZ által auditált tartalomszolgáltatói feltételrendszer, ami arról szól, hogy a postaládás úton ingyenesen legalább 60%-os hatékonysággal kell terjeszteni azokat a lapokat, amiket referenciaként megjelölt a pályázó. Véleményem szerint, és ennek utána néztünk, ez egy 30 napos történet. Ha ez még hozzáteszünk egy hetet, akkor ugye 40 nap alatt ez a követelmény szint ez teljesíthető. Megkérdeztük azt is, hogy ez mennyibe kerül. Én azt gondolom, hogy kb. 400.000 forintba kerül ez az auditálás. Ez mindenképpen jó lenne, hogyha a Pécsi Hírek vonatkozásában megtennénk, mert jelen pillanatban nincs arra információnk, hogy hogyan és mi módon hasznosul az a közel 70.000 példány, amit egyébként az újságból kinyomtatunk. Ez egyfajta ellenőrzés, ha ez végrehajtódik, akkor nyilvánvalóan alkalmas lesz a Pécsi Hírek arra, hogy ezt a feltételrendszert teljesítheti. Tehát én kérem, hogy ez a tisztelt közgyűlés, vagy a tisztánlátás érdekében, a hatékonyság érdekében, annak az áttekinthetőségének érdekében maradjon bent a feltételek között. Szerepel még két feltétel. Az egyik az arról szól, hogy kell felmutatni egy olyan felsőfokú végzettséggel és minimum 2 éves hirdetés szervező és média értékesítési gyakorlattal rendelkező szakembert, aki rendelkezik a cégnél. Ennek utána néztünk, ilyen nincs a Pécsi Híreknél, úgyhogy én akkor azt javaslom, hogy akár, hogyha ez szükséges, akkor ezt a B pontot adjuk el. És van még egy feltétel, ez pedig egy fő, bármely felsőfokú végzettséggel és minimum 2 éves főszerkesztői vagy felelős szerkesztői gyakorlattal rendelkező úriembernek kell lenni a cégnél. Én azt gondolom, hogy egy újságnál az nem normál állapot, nem üzemszerű állapot, hogy nincs főszerkesztője, illetve felelős szerkesztője. A pályázatig én azt gondolom, hogy ezt a kérdést lehet kezelni. Az egy más kérdés, hogy benhagyjuk ezt a 2 éves követelményszintet, itt esetleg várnám a tisztelt képviselőtársaim javaslatát, de mindenképpen úgy gondolom, hogy mind a MATESZ féle audit, mind az, hogy vagy főszerkesztője, vagy felelős szerkesztője legyen a lapnak, az szükséges ahhoz, hogy kellő komolysággal tudja benyújtani a pályázatot. Ha ezt a két követelményszintet tudja teljesíteni lap, ami azt gondolom, hogy egy teljesen átlagos kérése tekintetben, akkor ő is tud pályázni, és akkor talán ezt a goldészi csomót, ami itt kialakult, akkor ezt át tudjuk vágni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gonda Tibor képviselő úr, önnél a szó, képviselőtársunk. Köszönöm a szót, tisztelt közgyűlés. Volt egy kis jogi polémia reggel, hogy a napirend előtti hozzászólásomnak helye van-e ott, vagy nincsen. Én nem akartam ebbe a vitába újra bekapcsolni, de most a napirend kapcsán azért elkívánom mondani, hogy úgy gondolom, hogy helye volt, hiszen én a médiaház egészéről beszéltem, ma pedig egy közbeszerzést tárgyalunk napirenden, amely ugyan kapcsolat válhat a médiaházzal abban az esetben, ha a Pécsi Hírek nyeri majd meg ezt a közbeszerzést, de egyébként a két dolog nem ugyanaz a téma, nem ugyanaz a napirend. Ennyit szerettem volna csak a délelőttihez. Most viszont egy olyan közbeszerzésről beszélünk, amely hát egy nem jogvégzett ember józan paraszt észre végig gondolva azért ennek a szükségességét is megkérdőjelezi. Hiszen ha az önkormányzatunk létrehozott egy újságot azzal a céllal, hogy az önkormányzat és a lakosság közötti információ áramlás jó legyen, városi szinten biztosítsuk a belső PR tevékenységet, akkor tulajdonképpen tényleg józan észre végig gondolva, miért kell ezt megpályáztatni, miért kell a saját lapunkat, miért nem támogathatjuk egyszerűen ezzel az összeggel, és elvárjuk, hogy ezeket a híreket közé tegyék. De ezt a gondolatot én be is zárom, hiszen hangsúlyozom, nem jogi szemmel nézem ezt, hanem én egy laikus, józan paraszti eszével. És akkor átérve az előterjesztésre. Ma délelőtt a napirend előtti vitában Nagy Csaba nagyon tárgyilagosan ismertette azokat a pénzügyi adatokat, amely jellemzi a médiaház működését, és ezzel én nem is szállnék vitába, hiszen hangsúlyoztam, hogy egy útnak az elején járunk, és mi partnerek vagyunk abba,
hogy a hatékonyság javuljon, hogy költséghatékonyabban, azaz olcsóbban, legalább ilyen színvonalon folyjon ez a tevékenység. Nyilván nehéz lenne ezt megvalósítani abban az esetben, egy ilyen fontos bevételtől a pécsi hírek elesne, az önkormányzat állandó megrendelésétől, ugye a jelen előterjesztésben netto 40 millió, bruttó 50 millió forinttól. Ezért én egy kicsit furcsálottam, hogy első olvasatban ez a közbeszerzési kiírás olyannak tűnt, amely nem teszi lehetővé, hogy pályázzon a pécsi hírek. De Nagy Csaba a kiegészítésén most elmondta, hogy melyek az általunk is kifogásolt részek. Az egyik ilyen rész, hogy a MATESZ által auditált kell legyen. Helyi önkormányzati lapoknál ez nem szokásos. Itt mindannyian tudjuk, hogy hova mennek azok a példányszámok. Az elmúlt években jelentős lakossági reklamáció nem volt e tekintetben. Ha jelezte egy-egy utca, hogy nem kapott, akkor ezt pótolták. Tehát most nincs a városban olyan jelentős lakóterület, ahol heti rendszeressége ez a lap nem kerül neki. Épp a költségtakarékosság okán én ezt a 400 000 forintos kiadást teljesen fölöslegesnek érzem. Itt nem arról van szó, hogy adott esetben egy ismeretlen szerkesztőség össze-vissza hazudozik. Itt mindannyian világosan tudjuk, hogy ezek a lapszámok melyik postaládákba landolnak, és hogyan kerül terítésre a városra. Meg lehet nézni a saját cégünknek a terjesztőkkel kötött szerződését, és a többi, és a többi. Tehát mi továbbra is fönntartjuk azt a javaslatunkat, hogy ez a kritérium, hogy MATESZ által auditált kell legyen, ez fölösleges. A másik a felelős szerkesztő, a főszerkesztő ügye. Tehát nyilván az elmúlt időszak alkalmat adott volna arra, hogyha szándék van, hogy pótoljuk a főszerkesztői állást. Ugyan most van egy készség a városvezetés részéről, hogy gyorsan vegyünk föl ilyen személyt, de én nem szeretném megkötni a városvezetés kezét. Adott esetben főszerkesztői székre egy tehetséges fiatal újságíró is kerülhet, aki életében először tölti be a főszerkesztői munkát, és nem lesz meg se a két éves, se az egy éves szerkesztő vagy főszerkesztői gyakorlata, attól ő még nagyon jó főszerkesztővé válhat a mi újságunkban. És szintén csak azért költséget kiadni, hogy a pályázatnak megfelelően ezért még egy státuszt létrehozni, hogy vegyenek föl mondjuk egy nyugdíjas volt főszerkesztőt, hogy legyen ott még egy ember, ezt én indokolatlannak tartom. Tehát én kérném ezeket a pontokat kivenni, és kérném, hogyha lehet azért nyilván a közbeszerzési kereteken belül, azért legyünk arra tekintettel, hogy van egy saját tulajdonú társaságunk, amely fölött a közgyűlésnek mindig jogában áll kontrollt gyakorolni, szakmai kontrollt és jó értelembe vett politikai kontrollt is. És ezért nem mindegy és nem közömbös, hogy milyen stílusú sajtóorgánum kapja meg annak a lehetőségét, hogy a város közérdekű információit közölje. Úgyhogy én csak a módosításaink elfogadása után tartom alkalmasnak az előterjesztést arra, hogy a frakciónk elfogadja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Trombitás Károly képviselő, kér szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tegnap a Költségvetési Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendet, és két módosítással el is fogadta. A második módosítást a polgármester úr elmondta, az első módosítás pedig a példányszámra vonatkozott, ami az ajánlati felhívás 2.2.1-es szakaszában van, ott 30 000 példányszám van kiírva, és ezt a bizottság úgy fogadta el, hogy ez 50 000 legyen, hiszen a vállalkozói szerződésben ennél magasabb 70 000 példány van megjelölve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bizottság elnök úr. A polgármester úr kér szót, parancsolja. Köszönöm szépen, ezt a módosítást is támogatom. Én azért szeretném fölhívni Gonda Tibornak a figyelmét arra, hogy hát van egy jogszabályi környezet, ami egyszerűen elvéri a pályáztatást. Ezt azért vegyük figyelembe. Kettő, én azt gondolom, hogy egyszerűen tisztában kell lennünk azzal, hogyha 50 millió forintot bármire is elküldtünk, hogy akkor az milyen hatékonysággal ér célba. Szerintem ez megér 400 000 forintot. Ugye éppen a folyosón beszéltünk arról, hogy az utóbbi egy-két évben egyre inkább arra sorsa jutott az újság, hogy a postaládákba a társasházak esetében nagyon nehezen tud bekerülni, hiszen központi gyűjtőhelyekre kerül az, ahonnan aztán vagy hozzájutnak a lakók, vagy nem. Jó lenne tudni, hogy ez milyen arányt jelent most jelen pillanatban Pécsen, és azt is jó lenne tudni, hogy mondjuk a meccsek oldal, vagy más egyéb szélső területeken hogyan tudják ezt teríteni. Szerintem ez ennyit megér. És van talán még egy gondolatom képviselő úrnak.
megnéztük azt, hogy kik azok, vagy milyen cégek pályázhatnak erre a dologra. Hogyha nincs benn valamiféle korlát, akkor higgyel, képviselő úr, hogy az egyet fog jelenteni a Pécsi Hírek biztos halálával, mert olyan olcsó ajánlatok fogjanak bejönni, amit a Pécsi Hírek nem fog tudni tartani. Szent meggyőződésem, ha nem lesz korlátozás, akkor erre a sorsa fogunk jutni. Be fog jönni egy olyan olcsó ajánlat, ami biztos, hogy alá megy annak az árszínnek, amit a Pécsi Hírek tud produkálni. Ezt azért érdemes lenne végig gondolni. Tehát ez az előírás, én azt gondolom, hogy teljesíthető, határidőn belül teljesíthető, különösképpen nagy anyagi terhet nem jelent a Pécsi Híreknek. Érdemes ezen morfondírozni szerintem. Nem ez zárja ki, vagy nem zárja ki a Pécsi Híreket a pályáztatásból. A felelős szerkesztő és a főszerkesztő vonatkozásában én azt gondolom, hogy városvezetőként egyszerűen ragaszkodok ahhoz, hogy legyen egy újságnál vagy főszerkesztő, vagy felelős szerkesztő. Az egy másik kérdés, hogy ennek nem lehet olyan költségnövelő hatása, ami alapjaiban megrázza a pályázati kiírást. Tehát véleményem szerint meg kell oldani ezt úgy, hogy a felelős szerkesztő vagy a főszerkesztő, kinek hogy tetszik, az nyilvánvaló beszáll abban a munkában, ami egyébként folyik ebben alapban. Tehát az én javaslatom nem arra irányul, hogy még plusz pénzt költsünk el az újságnak a megjelentetésére, hanem arra, hogy legyen egy felelős ember ennél a lapnál, aki mind a szerkesztésért, mind annak a tartalmáért felel és kézenfogható. Tehát véleményem szerint ez egy olyan kitétele ennek a pályázati kiírásnak, amit szintén tud egyébként a Pécsi Hírek az elkövetkezendő egy hónapban teljesíteni. Én még olyan komoly lapot nem láttam, ahol mondjuk felelős szerkesztő vagy főszerkesztő ne lenne, ez mondjuk egy zárójeles megjegyzés volt. Tehát ezt kérem, gondolják át, hogy azt gondolom, hogy ez két olyan tétel, ami abszolút teljesíthető, abszolút nem zárja ki a Pécsi Híreknek az esetleges pályázatát. Ugyanakkor egyfelől, ha a másik oldalról nézem, akkor védernyőt is jelenthet a Hírek vonatkozásában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sarkadi Gábor képviselőtársunk, ki a szó, parancsolja. Köszönöm szépen, polgármester úr. Egy pár kérdést újra felvette, de kicsit máshogy megvilágítva. Én is hadd fejtsek ki egy pár gondolatot, és akkor címszavakba menve. Audit. Ez a szervezet, aki megvan jelölve, vagy auditáljon, ez a szervezet elsősorban olyan napilapokra szakosodott, úgymond, akik fizetős újságok, és kvázi ebben legalizálják a példány számokat. Én azt gondolom, hogy miután ez a pécsieknek szóló lap újság lenne, itt egyetlen egy audit van, az pedig a pécsi lakosok. Ők meg tudják mondani, hogy megkapták-e, vagy nem kapták meg. Ők azok, akik abszolút pontos visszajelzést tudnak adni arról, hogy elérte hozzájuk, és rendben vannak-e a dolgok. Én nem tudom, hogy tudja ellenőrizni ez a cég azt, hogy minden postaládába bekerül, és hogy mindenki ez elérte, ő csak egy szúrópróba szerint valamilyen százalékos számítás alapján fog majd valamit mondani, de aztán lehet, hogy csak az az egyszerű módszer lesz, hogy ennyit rendeltünk a nyomdából, ennyit adtunk át a terjesztőknek, akkor ezek szerint ennyi el is ért. De lehet, hogy tévedek, még egyszer mondom, legautentikusabb személyek a pécsi lakosok. Ezt azért is mondom, mert egy darabig én lettem az a személy, aki a Pécsi Híreknél Földje Bizottság elnöki tisztet betöltöttem, és ezt számtalanszor felvetettük a Földje Bizottság üléseken, hogy ha már kap támogatást ez a cég, akkor éljen is célba az a termék, amit ők előállítanak. Amit én sem nagyon értek a pályázati kiírásban, ez a reklámszervező előírás, ez valóban igaz, ez a dolog, akkor, hogyha ez egy üzleti lap. De az, hogyha valakit megbízunk, az már legyen az ő dolga, hogy van olyan reklámszervezője, aki még mellette bevételt tud teremteni, bevételt tud állítani. Hogyha ez a saját lapunkkal szembe egy elvárás, hogy igen, minél kevesebb legyen az az összeg, amennyivel támogatni kell, akkor igen, ez egy eljárás. De azért azt elárulom, hogy nem annak a függvénye, hogy a felsőfokú végzettsége van-e, vagy középfokú, hanem annak a függvénye, hogy van-e gyakorlata, és el tudja adni azt a hirdetési felületet, ami rendelkezésre áll a lapnál. Példányszám kapcsán több szám is elhangzott. Hát én kerestem egy szerződést,
amelyik annó köttetett, vagy jelenleg is érvényben van talán, vagy éppen megszűnőben van, 2008. január 31-én született, Pécs-megyő város és a Pécsi Híreklap és Kiadó Kft. Között, amelybe 70, azaz 70 ezer példányt terjesztését vállalja a Pécsi Hírek. Ehhez képest a 30 ezer példány számomra vicces, az 50 ezer meg hát lehet rajta gondolkodni. Mindamellett szintén információm szerint 65 ezer pécsi háztartás van. Emellett azt is elvárjuk, hogy a környező településeken, amely minden politikai erőnek az érdeke, amelyik választás elindul, és azt a területet célozza meg, tehát azt a területet, amelyik még Pécshez közigazgatásra tartozik, még 30 település csatlakozik hozzá. Tehát nem tudom, hogyan lehet 65 ezer pécsi lakás mellett még a környező településeket is ellátni, mondjuk egy 30 vagy 50 ezer példányos terjesztéssel. Főszerkesztő kérdése, ezt már én is említettem, szóval ebbe egy kicsit közös a felelősség. Én azt gondolom, hogy tiszteletben tartva Nagy Csaba azon elvárását, hogy ő ezt elvárja, mint város vezető, hát ennél van egy sokkal erősebb dolog, ezt előírják ilyen média törvényszerűségek, hogy kell lenni ilyen személynek. Azon persze lehet vitatkozni, hogy ez egy-két éves gyakorlattal, vagy hány éves gyakorlattal rendelkező személy legyen. Mindamellett szeretném megjegyezni, hogy jelenleg is van a média ház Kft.-ben olyan személyek, vannak olyan személyek, akiknek több éves szerkesztői gyakorlatuk van. Végezetül itt a szerződés tervezetben lévő, vagy a pályázati kiírásban lévő szerződés tervezetben egy dolgot igazán hiányoltam, bár éreztem azt, hogy az önkormányzat fent akarja magának tartani azt a jogot, hogy felügyelje, hogy mi jelenik meg róla. Én azon is elgondolkodnék, hogy ugye van egy úgynevezett kommunikációs szerződésünk a különböző médiumainkkal, hogy ezt a kommunikációs szerződésnek a tényét úgymond rögzítsük egy ilyen szerződésbe, mert aztán majd esetleg félre sikerülnek, félre mennek a dolgok. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tóth Bertalan képviselőtársunk következik parancsolat. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kicsit folytatva Sarkadi Gábor frakcióvezető úr gondolatmenetét, ugye, hogy a pécsiek tudnak vélemény nyilvánítani, akár meg is kérdezhetnénk a pécsieket, hogy mit szólnak ehhez. Nem feltétlenül mindig ugyanazzal a Fideszhez közel álló céggel kell ezt megkérdeztetni, vannak erre alkalmas pécsi cégek is, de figyelmébe ajánlom polgármester úrnak, hogy akár egy ilyen módszert is választhatsz, hiszen nagyon sok esetben ezt a módszert választja. A másik a példányszámmal kapcsolatos, valóban ugye 65 ezer háztartás van Pécsett, és még a 30 település, ennek nem tudom pontos számát, hogy ott hány háztartás van, de én az 50 ezer példányszámot is keveslem, mert ez azt jelenti, hogy több 10 ezer háztartásba nem fog eljutni a pécsi önkormányzat híre, és ha jól tudom, akkor jelenleg a pécsi hírek 70 ezer példányban jelenik meg. Nem is feltétlenül az alkalmassági kritériumok között, hiszen tudjuk annak a korlátait, hogy milyen feltételt lehet elírni, vagy előírni, viszont ugye a megrendelés tartalmában én nekem is lenne egy módosító javaslatom, Gonda Tibor módosító javaslatán felül, hogy határozzuk meg 65 ezer példányszámba ezt a terjesztendő lapszámot, tehát az 50 ezer helyett legyen 65 ezer. A másik ugye a terjesztési hatékonyság, elhangzott itt a 60%. Ugye nyilván sok mindenki ilyenkor a személyes tapasztalataiból is kiindul, ahol én lakom, ott olyan újságok is a lépcsőházban végzik kötegelve, mint amelyek rendelkeznek ilyen matetes audittal. Tehát én nem gondolom, hogy ha valakinek megvan ez a minősítése, akkor biztos, hogy a postaládákban köt majd ki ez az újság. Ráadásul ugye a Pécsi Hírek az önkormányzati tulajdonban van, tehát ez a tulajdonosi kontroll is gyakorolható még a felett, hogy van-e ilyen minősítés, vagy nincs. Én azt gondolom, hogy ez tényleg felesleges,
hiszen több olyan mateszes tag újság is a terjesztésével lehet probléma, amit utána kellene ellenőrizni. Ugye 60%-os terjesztési hatékonyságról beszélünk, én javaslom, és módosító indítványként meg is fogalmazom, hogy ez legyen 80%-os, tehát legyen ez az elvárás, mert akkor ez azt jelenti, hogy a pécsi háztartások 40%-ában nem feltétlenül jutnak majd el az önkormányzati hírek, tehát én kérem, hogy erről is szavazzon a testület, és legyen ez a terjesztési hatékonyság 80%, és hát nyilván ezt folyamatosan ellenőrizni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Veller János képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt kérdés. Végighallgatva a ma reggel napirendi előtti vitát, illetve a most elhangzottakat, hát egy elég képlékeny helyzet alakult ki. Sok mindenről szó esett már, ami most ezt a javasolt előterjesztést, a feltételeket, ha úgy tetszik, bírálja, kritizálja és módosítási indítványokat tartalmaz. Ebből a megfontolásból hadd kezdjem azzal, hogy másik oldalról nézzük az ügyeket. Ez a cég, ha úgy tetszik, közvetve az önkormányzat 100%-os tulajdonában van. Ennek a cégnek van egy vagyoni értéke, amit számviteli, pénzügyi módon meg lehet határozni, hogy mennyi, nyilván mérlegből megállapítható egy bizonyos összeg. Ez a vagyon az önkormányzati, ezzel gazdálkodni kell. Van egy legalább ekkora értékű, hanem nagyobb értékű, az a piacon elfoglalt helye. A cég ma a pécsi hirdetési piacnak egy jelentős részét évente több mint 100 millió forintos összegben foglal el. Ezt évek óta tartja, az igazi értéket a város szempontjából ez képviseli a cég értékben. Ha egy olyan döntés születik most, ami kizárja, hogy a pécsi hírek induljon a versenyből, vagy ha indul, nem komoly eséllyel indul a versenyben, akkor nekünk arra is gondolni kell, hogy mi legyen később ezzel a vagyonnal. El fogjuk veszíteni ez a meglátásom, mert önkormányzati támogatás nélkül lesz egy önkormányzati újság, amely kizárólag és csak hirdetés szervezéssel foglalkozik, más híre nem lesz, előbb-utóbb ez a funkciója el fog veszni, hogy csak hirdessen, ha nem tud napi és jó információkat is szolgáltatni a lakosságnak. Ezt megfontolva kellene átgondolni az egész eljárási rendet pillanatnyilag. Annak idején, ha jól emlékszem, 2002-ben a korábbi, ugyancsak közbeszerzésen elnyert szerződése lejárt a pécsi hírek, akkor még más névre hallgató társasága, ha Barza Kft. Volt, akkor még a tulajdonos, de már önkormányzati tulajdonban volt, tegyem hozzá, csak a neve más volt. Tehát a pécsi hírek 2002-ig szerződéssel végezte. Amikor lejárt a szerződés, nem hirdettünk új közbeszerzési eljárást, hanem megalkottunk, amit már Sarkadi Gábor is említett, egy kommunikációs stratégiát. A stratégiában egy az egyben meg lett határozva, hogy kinek mi a feladata, milyen kommunikációs tevékenységet kell ellátnia, és ebben többek között a 100%-os tulajdonban, önkormányzati tulajdonban levő pécsi hírek, illetve Pécs TV és más szervek egész pontosan megkapták a feladatot, mit kell ellátni. Ezért nem lett közbeszerzési eljárás kírva, és ez semmiféle törvényben annak idején nem ütközött. Én tennék most egy módosító indítványt, annál is inkább, mert itt a feltételrendszerben elég komoly vita alakult ki, hogy mi kerüljön be, illetve mi maradjon benne. Kérjünk állásfoglalást a közbeszerzési döntőbizottságtól, hogy abban az esetben, ha 100%-os önkormányzati tulajdonú cég látja el egy kommunikációs stratégia keretében ezt a feladatot, akkor kell-e közbeszerzési eljárást hirdetni, vagy nem. Amikor ezt a döntést megkapjuk, akkor még mindig utána tudunk lépni a tekintetben, hogy meghirdetjük-e a versenyt, ha ezt a döntőbizottság elutasítja ezt a lehetőséget, és van idő arra, hogy ezt a ma elég képlékeny feltételrendszert, amiben nincs egyetértés, mert ahány hozzászóló volt, szinte mindenki más-más véleményt mondott ez ügyben, ezt tisztázzuk, pontosítsuk, és akkor írjuk ki. Addig van lehetőség arra is,
hogy például az önkormányzat kinevezzen főszerkesztőt, teszem hozzá, javaslom ezt is, hogy az pályázat út történjen ez a felhívás. Tehát mindenképp szükséges, hogy ebben is lépjünk. Tudjuk biztosítani, illetve egyeztetni addig a szükséges példányszámot, mert a Pécs városában körülbelül 65 ezer, közel 70 ezer háztartás van. Ha figyelembe veszük a környező településeket, akkor az ilyen 75 ezer fölötti szám, hány példányban jelenjen meg. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, amit véleményem szerint tisztázásra szorul. Ez alatt, az idő alatt még ezeket a kérdéseket is pontosítjuk, tisztázzuk. A közbeszerzési döntőbizottságtól, illetve a tanácstól ezt az állásfoglalást meg tudjuk kapni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mielőtt a vitában tovább haladnánk. Én kérdezem dr. Papp Judittól, hogy erre az utóbbi felvetésre szíveskedjék választ adni. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület. Többször elhangzott már, hogy ez közbeszerzés kötelese. Határozottan mondjuk, hogy igen, szolgáltatás. Attól ez nem közszolgáltatás, tehát egy más jellegű kategória, mint mikor a közszolgáltató cégeknél felmerül ugyanez a kérdés. Közbeszerzés köteles. A döntőbizottság egyébként szerintem nem is tudna más választ adni, mint hogy ez az, ha egyáltalán kiad állásfoglalást konkrét ügyben. Tehát kérem, hogy ezt a közbeszerzési eljárás szerint bonyolítsuk le. A sajtóban is felröppent, és több helyen érdeklődtek újságírók is, hogy miért kell közbeszerzést kérni. Azért, mert a közbeszerzési törvény ezt így szabályozza. Szolgáltatás teljesen függetlenül attól, hogy a cég 100%-os önkormányzati egyébként már a holdingnál van. Erre külön felhívnám a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meissner képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Két gondolatot tennék hozzá ez a vitához. Az egyik, amit Veller képviselő úr mondott, hogy az önkormányzatnak a saját vagyonával nagyon körültekintően kell gazdálkodni. Tehát, hogyha például saját cégét akár közbeszerzéssel, akár más módon de helyzetbe tudja hozni, akkor tegye meg, mert az számunkra sokkal olcsóbb, vagy sokkal hatékonyabb lehet, mint hogyha piacon szerezzük be azt az ügyet, vagy legalábbis vagy azt a szolgáltatást, vagy legalábbis addig, míg ez be nem bizonyosodik, hogy olcsóbb a piaci szereplőtől való megvásárlása, addig az önkormányzat legalább saját vagyonát ne roncsa azzal, amit az előbb is hallottunk, hogy a piacon betöltött szerepét egy cégnek csökkenti. A másik, amit hozzátennék, ez az auditálás kérdése. 4 évig voltam a Nemzeti Kulturális Alap bizottságának tagja, és késhegyig menő vitákat folytattunk először egymással, majd pedig később az alap által támogatott elsősorban kulturális célú lapok szerkesztőségeivel a tekintetben, hogy auditálják a lapokat vagy sem, és végül az alap úgy döntött, hogy csak azokat támogatja, amelyek auditálva vannak. De ezek a lapok, ezek mindegyike olyan volt, amelynek viszonylag magas remitendája volt, mert tulajdonképpen elterjedt abban az időben Magyarországon egy ilyen megélhetési lapkészítés, hogy néhány példányt valóban elküldték, ugyanúgy köteles példányokat elküldték oda, ahova szükség volt, az összes többit pedig hát nem terjesztették, vagy csak nagyon keveset. Ezért, mert hogy ugye nem volt látható az a folyamat, hogy a lap készítés után a lapterjesztésben mi történik. Itt azonban ilyenről szó sincs, hiszen a pécsiekhez gyakorlatilag, ha az újság nem jut el, akkor ezért szoktak szólni. Volt már olyan, hogy fogadóórákon, volt már olyan, hogy baráti társaságban jelezték, hogy melyik utca nem kap újságot, hiszen ebben fontos hírek vannak. Éppen ezért az előbbi gyakorlatot, amelyet említettem, az speciális esetében olyankor célszerű, amikor tényleg nem látható, nem követhető a folyamat. Itt ebben az esetben pedig azt hiszem, hogy ez az auditálás, ez a pécsi lakosok által történik meg, hiszen hozzájuk eljut, avagy nem jut a lap. Ilyen szempontból számomra egyébként ez a dolog indiferens, és
azt is mondhatom, hogy igazából véve csak egy pénzkidobásnak tűnik, vagy legalábbis most egy kicsit szigorú megkötésnek, hogy most csináljuk ezt meg. Éppen ezért én sem javaslom, hogy az auditálás, mint kötelező kötelezettségben maradjon a pályázatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A polgármester úr következik, önnél a szó. Köszönöm szépen. Most már nagyon sok mindenről beszéltünk a mai nap, de azért ezt most már meg nem állom, most el fogom mondani, pedig ezt nem szerettem volna. Én azért, kedves MSZP képviselőtársak, azért ezt a vehemenciát, amit most itt felhoztak, ezt akkor is elvártam volna önöktől, amikor mondjuk arról volt szó, hogy az ellenzéket a saját maguk lapjában nem engedték szóhoz jutni. Úgyhogy nekem vannak olyan statisztikák, persze most rögtön mondja Tóth Bertalan, hogy nem igaz, nekem vannak arról statisztikáim, amikor megnéztük azt, hogy mondjuk az előző ciklusban 10 MSZP-s megjelenésre hány fideszes megjelenés érkezett, egész elképesztően kis számokról tudunk beszélni, de hagyjuk a múltat, én ezt csak szemrehányásképpen mondtam önöknek, hogy milyen jó lett volna akkor, hogyha így ezzel a vehemenciával védik mondjuk akkor a helyi megjelenésnek az egyenjogúságát ebben a labban. Visszatérve a feltételrendszerre. Tehát Sarkadi Gábor mondta, illetve most már többen mondták, hogy a példányszám vonatkozásában változtatni kellene. Én teljesen egyetértek önökkel, tehát azt gondolom, hogy akkor, amikor elmondtam az első felszólalásomat, akkor is ebben a tárgykönyvben hasonló véleményen voltam, mint önök. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó és elfogadható javaslat. Azt is szeretném önnek, Sarkadi Gábor úr mondani, hogy az első felszólalásomban, hogyha figyelt, akkor nyilván hallotta azt, hogy amit ön említett, ezt a bizonyos B pontot a hirdetés szervezéssel kapcsolatban akár el is hagyhatjuk, mert szerintem sincs igazából ennek a kikötésnek semmi értelme. Viszont két dologról érdemes lenne vitatkoznunk, és itt majd kérem Tóth Bertalan figyelmét is, ez pedig a minősítésnek a kérdése. Én azt gondolom, hogy erre azért érdemes lenne sok-sok év után 400 000 forintot elkölteni, méghozzá abból az okból, hogy igenis tudjuk meg, hogy hova és milyen arányban jutnak el a lapok. Nem gondolnám, hogy ez pénzkidobás akkor, amikor erre a lapra az első 9 hónapban elköltöttünk 48 millió forintot. Persze lehet feleslegesnek ítélni ezt a 400 000 forintot, de azt gondolom, hogy ennyi idő után talán végre tiszta képet kellene kapnunk e tekintetben is, és talán ennyit megér. A másik pedig a szerkesztő és a főszerkesztő kérdése. Itt sajnos nem érkezett olyan javaslat, amit esetleg, hogy mondjam, be lehetne építeni. Én javasolnám, hogy olyan kitétele legyen ennek a kiírásnak, hogy legyen igenis felelős szerkesztője vagy főszerkesztője, és akkor kompromisszumként javasolnék egy egyéves szerkesztői gyakorlatot e tekintetben. Azt gondolom, az a véleményem, hogy ezt tudja teljesíteni a lap. És elhangzott a Matesz vonatkozásában egy 80%-os arány. Ezt mindenképpen megfontolnám, mert ha és amennyiben a postaládákba való bedobást fogják mérni, akkor elképzelhető, hogy a pécsi hírek ezt nem fogja tudni teljesíteni, ugyanis az utóbbi időben nagyon sokszor nem tudják kézbesíteni ezeket a lapokat a postaládákba, hanem csak gyűjtőládákba, és a kettő fogalom azért az eltérő. Úgyhogy én mindenképpen javasolnám, hogy tartson a közgyűlés egy szünetet, és egyeztessünk arról, hogy hogyan és mi módon teremthető meg az, hogy egy olyan pályázati kiírás jelenjen meg, ami a pécsi hírek megjelenítését lehetővé teszi, és hogyan lehet egy olyan pályázati kiírást megfogalmazni, ami azokat az olcsó és talán minőségileg nem ezen a szinten lévő lapokat viszont esetlegesen kiszorítja a pályázati lehetőségből, akik egyébként a pécsi hírek mindennapi üzemi költségénél jóval olcsóbb árat is fognak tudni adni. Tehát azt azért gondoljuk végig, hogy hogyan és mi módon jeleníthető meg ez a pályázati kiírás. És zárójelben hozzáteszem, hogy mivel pályázati kiírásról van szó, itt sem lehet azt borítékolni, hogy a pécsi hírek tudja a legjobb árajánlatot adni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én elfogadván Nagy Csaba ügyrendi javaslatát, amit egyébként tulajdonképpen Veller János is már hasonlóképpen megfogalmazott. Én arról szavaztatnék, a közülés felfüggeszti a napirendi pont tárgyalását azzal, hogy az ebédszünet után első napirendi pontként folytatjuk, és aki nyilván bejelentkezett, tehát Schmidt József, Sarkadi Gábor, Tóth Bertalan, Nyögi Rajos még szót kapnak a vitában, utána viszont akkor a felfüggesztés utáni folytatásban folytatódna ez a közülési vita. Erről kérném a szavazást. Ez Judit, az Judit, az minősített? A közülés 21 igennel és 14 nemmel szemben úgy döntött, hogy elfogadja a javaslatot. Ezek után az említett képviselőtársamnak megadnám a szót sorrendben. Elsőként Schmidt József kap lehetőséget. Parancsoljon, képviselő úr. Szépen a szót, polgármester úr. Alpolgármester úr hivatkozott a tegnapi gazdasági bizottsági ülésre, én is ezt tenném. A tegnapi gazdasági bizottsági ülés egyhangú szavazással, konszenzussal döntött amellett, hogy az ajánlati kiírást alkalmassá kell tenni arra, hogy a Pécsi Hírek is indulhasson akadály nélkül ezen az ajánlattételi felhíváson, tehát indulhasson a pályázaton. Alpolgármester úr ott a gazdasági bizottsági ülésen pozitívan reagált erre, és azt az ígéretet tette, hogy a közgyűlési előterjesztést módosítja már a következő napra, és alkalmassá teszi arra, hogy a Pécsi Hírek a pályázaton elindulhasson. Ebben a hiszemben született a konszenzusos döntés a gazdasági bizottság ülésen. Miután ez nem így történt, és másik gazdasági bizottság ülés összehívásra nem történt meg, ezért én most magam nevében módosító javaslatot tennék az ajánlattételi felhívással kapcsolatban a tegnapi gazdasági bizottság ülésnek megfelelően. Javaslom tehát, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételek között az M1-es pontban jelölt MATESZ által auditált tartalom kerüljön ki a feltételek közül, ugyancsak kerüljön ki az M2-es pontban a főszerkesztőre vonatkozó feltétel. Ez, hangsúlyozom, a tegnapi gazdasági bizottsági ülésen elhangzottak szellemében teszem ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, ügyrendben, Nagy Csaba kíván szólni. Tessék, bolyan. Köszönöm szépen, hogy felhívnám a tisztelt képviselő úr figyelmét arra, hogy számos ponton módosítottuk szóban az előterjesztést, és ezek a módosítások azt eredményezték, hogy a Pécsi Hírek el tud indulni ezen a pályázaton. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sarkadi Gábor képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nekem szimpatikus volt és elfogadható Veller képviselő javaslata és felvetése. Jegyzőasszony válaszát meg természetesen maximálisan tiszteletben tartva. Én csak azt tenném föl, hogy abban az esetben, ha ez egy feladat ellátás, amelyet átadunk kötelezettségként ennek a 100% tulajdonú cégnek, akkor miért nem lehet ezt a megoldást választani, és én vonnék egy párhuzamot, a PVV vagy holding, éppen hogyan hívjuk, ő is ugyanilyen szolgáltatás, ugyanilyen feladat ellátást lát. Például tisztán tartja a közterületeket. Szóval ezt a kettősséget, ha valaki feloldja nekem, én maximálisan elfogadom, nyilván nem értek hozzá. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony, válaszolni kíván a felvetésre, megadom a szót. Köszönöm szépen. Azt kellene elfogadni a képviselők uraknak és hölgyeknek tőlem, hogy más a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, és más, ami nem kötelező önkormányzati feladat. És itt egyből ketté válik az az ügy, amiről önök beszélnek. Teljesen logikusnak tűnik nyilvánvaló, hogy van egy cég, ami önkormányzati, miért nem az jeleníti meg? De sajnos ezt a közbeszerzési törvény nem így kezeli. Tehát más a közszolgálathoz kapcsolódó kötelező önkormányzati feladat ellátása, és teljesen más egy szolgáltatás. Ez nem feladatátadás. Az már burkoltan a közbeszerzés megkerülését jelenteni, tehát semmiképp nem támogatnám ezt a felvetést. Köszönöm. Köszönöm. Tóth Bertalan, a frakció kér szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, szeretnék reagálni Nagy Csaba felvetésére. Én azt gondolom, hogy talán abban nem lehet közöttünk vita, hogy amikor híradások megemlítenek különböző eseményeket,
közérdekű ügyekben megkeresnek tisztségviselőket, városvezetőket, akkor az ő megjelenésük nyilván akár önkormányzati, vagy akár más médiában megtörténik. Tehát amit ön mond, hogy ugye, hogy volt az arány, és milyen arányban jelent meg MSZP-s vagy Fideszes, ezt úgy fordítanám, hogy amikor kormányoz egy párt, akkor nyilván az ő tisztségviselői polgármestere, alpolgármestere nem a párt nevében nyilatkozik, hanem a város nevében válaszol a feltett kérdésekre, vagy a város számára fontos ügyekben tesz nyilatkozatokat. Tehát, hogyha úgy mérjük, akkor valóban nyilván ez az egyensúly, ez megváltozik, ahogy a kereskedelmi médiákban is megváltozik, hiszen a kormány közöl valamit, nyilván reagál rá az ellenzék, de hogyha olyan események vannak, delegációk jönnek, testvérvárosi együttműködésről van szó, ott ugye az ellenzék nem fejti ki a véleményét, hanem ott a városvezető jelenik meg, polgármester vagy alpolgármester. Akkor lenne izgalmas, és akkor lenne, vagy tehetne pontot a mi vitánk végére, hogyha megvizsgálnánk, hogy az elmúlt fél évben milyen arányban jelentek meg fideszes politikusok és szocialista politikusok akár a Pécs Hírekben, akár a Pécs TV-ben, vagy akár más médiumokban. Tehát nyilván meg is fordult ez az arány, hiszen ha polgármester úr külföldről hazaérkezik és köt egy megállapodást, akkor elmondja, hogy a város nevében ő miről tárgyal. Hát nyilván akkor ő fog megjelenni. Tehát én ezt azért helyén kezelném ezeket az arányokat, és ezért is mondtam, és ezért is utasítom vissza azt, hogy itt tudatosan nem jelenhettek meg ellenzéki képviselők, vagy erre bármilyen szándék lett volna. Meg kell nézni, hogy az elmúlt fél évben ez az arány milyen volt. El kell készíteni ezt a statisztikát, és hasonlítsuk össze. Nézzük meg, lehet, hogy mégis alpolgármester úrnak lesz igaza, bár én azt gondolom, hogy nem így van. A feltételekkel kapcsolatban, ugye, ahogy mondtam, egészen más a helyzet a Pécsi Híreknél, hiszen a tulajdonosa az önkormányzat ennek a lapnak, tehát nem kell feltételként előírni egy közbeszerzési eljárásban, hogy legyen a MATESZ auditált tagja és legyen főszerkesztője, hanem tulajdonosi utasításba is lehet adni. Tehát tegyék meg a városvezetők, gondoskodjanak arról, hogy akár legyen auditált, akár legyen főszerkesztője, de ne essünk abban a csapdában, hogy mondjuk 30 nap alatt mégsem sikerül ezt az auditot megtenni, és mégsem tud indulni a Pécsi Hírek ezen a pályázaton, vagy várjuk meg, hogy a Pécsi Hírek elnyeri ezt a közbeszerzési eljárást, és csináljuk meg az auditálást, javuljon annak a terjesztési minősége, illetve a lapterjesztési minősége. Ezt megteheti, tulajdonosként előírhatja az ügyvezetésnek, hogy erről gondoskodjon. Tehát én ezt a feltétel között nem látom szükségesnek. Az, hogy ezeknek a feltételeknek megfeleljen a lap, arról pedig a tulajdonos gondoskodjon. Jegyzőasszony felvetésére pedig azt gondolom, hogy valóban különbséget kell tenni kötelező, nem kötelező feladatok között, de ugye ez a kiírás részben arról szól, hogy az önkormányzat rendeleteinek, határozatainak megjelentetése, ami közzététele, már ugye a közzététel kötelező, tudom, hogy elegendő kifüggeszteni a fali újságra, és elvileg ezzel ez a törvényi kötelezettség teljesítésre kerül, de hát nyilván a kor megváltozott már, tehát az emberek nem szoktak bejárni a Széchenyi térre, vagy a Kossuth térre, és elolvassák az önkormányzat döntéseit, bár úgy tudom, hogy a kifüggesztés mindig meg szokott történni. Tehát én azért azt látom, hogy ennek a vitának, vagy polémiának az vethetne véget, ha valóban a közbeszerzési döntőbizottság ebben állást foglalna. Ha megerősíti jegyzőasszonynak a véleményét, nyilván az szerint kell, hogy eljárjon a testület, de én támogatni tudom Veller János képviselőtársam javaslatát, hogy ebben az ügyben kérdezzük meg a döntőbizottságot. Ha azt írja le, akkor nyilván újra tárgyalhatjuk ezt a közbeszerzési kiírást. Amúgy maga ugye a Pécsi Hírek szerződése még, ha jól emlékszem, talán idén márciusban járt le, tehát senkit meg nem sértve 6 vagy 7 hónapja is le lehetett volna, vagy elő kellett volna készíteni ezt a kiírást. Most az, hogy mondjuk egy közgyűlés múlva tesszük ezt meg, most már ez
nem okozhat nagyobb problémát. Tegyük meg, nézzük meg, legyen egy állásfoglalás, és nyilván akkor újra tárgyalja meg a közgyűlés az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólás, hiszen így adtam meg az előbb is a hozzászólás, hogy a lezárást előtti jelentkezők kaptak szót. Nyögér Örös képviselőtársunk. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én még a kiírásba szeretnék majd egy, hát nem is tudom, hogy módosítást betennie, de azt szeretném majd, hogyha közgyűlés azért szavazna erről. Méghozzá azt szeretném, hogy a közgyűlés tegye azt lehetővé, hogy bizonytalan tulajdoni hátterű külföldön bejegyzett cégek elnyerhessék majd ezt a pályázatot, hiszen én mélységesen egyetértek a Fidesz elnökével és legfelsőbb vezetésével, hogy az úgynevezett offshore cégeket sem állami, sem önkormányzati pénzből ne támogassuk. Azt hiszem ezt ebbe az esetben akkor minden egyes képviselő támogatni tudja. Illetve Nagy Csabának az észrevételére reagálnék én is, és akkor hirtelen előtört belőlem, bár nem szerencsés, de akkor én is ezt így elmondom, hogyha alpolgármester úrnak az ugrott be, hogy esetleg politikai okokból nem engedte az akkori városvezetés megjelenni az ellenzéket, akkor kérdezem, hogy alpolgármester úr tulajdonképpen most elárulta önmagát, hogy politikai döntést szeretnének hozni, és ezzel szeretnék majd kompenzálni azt a hiányosságot, amit áttéltek ez esetben. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy rendben. Nagy Csaba kíván szólni. Köszönöm szépen. Kedves képviselő úr, ez egész elképesztő dolgokat tud produkálni ez a testület, meg ez az élet. Hát, ha ön úgy gondolja, hogy egy olyan frakció, ami kisebbségben van a testületben, politikailag át tud nyomni valamit, ami a saját akarata, és senkivel nem egyeztet ebben, akkor elég érdekes módon gondolkodik benne a politikáról. Kettő. Igenis, Pécsett volt egy olyan időszak, amikor gyakorlatilag az ellenzék nem fejthette ki a véleményét a Pécsi Hírek nevezeti újság, illetve az elődjeinek a hasábjain. Ezek nem arányeltolódások voltak, mert teljesen nyilvánvaló, és én ezt elfogadom Tóth Bertalantól is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a polgármester jóval többször szerepel nyilvánvaló, mint az ellenzék. De ezek az arányok, ezek jóval nagyobb arányok voltak, gyakorlatilag egyenlők voltak a nullával. Nem arról volt szó, hogy az ellenzék kevésbé szerepelt abban az időben, ebben az újságban, mint ahogyan egyébként a várost vezetők, hanem egyszerűen ki volt szorítva ebből a labból. Én erre utaltam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát akkor a közülés döntés értelmében tovább lépünk, és erre a napirendi pontra az ebédszünet után kerítünk majd sort a folytatásként. Következik homlozatfelújítás 2010 című pályázat bírálatának módosítása. Előterjesztő Dévényi Sándor bizottsági elnök úr. Aki nem kíván kiegészítést tenni, hozzászólást nem látok, kérem a szavazást a napirendről. És 32 egyhangú szavazattal, igen szavazattal támogatta az előterjesztést. Következik a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás társulási megállapodásának és alapítókiratának módosítása című előterjesztés. Előterjesztő Bognár László bizottsági elnök úr, önél szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Szeretném tájékoztatni a tisztelt közgyűlést, hogy az Oktatási Bizottság megtárgyalt az előterjesztést, és 5-igen egyhangú szavazással támogatja a társulási megállapodás és az alapítókirat módosítását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Más hozzászólási igényt nem látok, kérem a szavazást. Megállapítom, hogy a közülés 36 igen szavazattal az előterjesztést és egyhangulag támogatta és fogadta el. Következik a DOP 3/1/2A/2F pályázat benyújtása a Megyervárosi Óvodalátonos Iskola és Gimnázium székelyintézményének felújítására.
című előterjesztés előterjesztő Bognár László bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ismerős pályázatról van szó, Dél-Dunántúli operatív program keretében kiírtak egy pályázatot integrált oktatási központok fejlesztésére, és a pályázat lehetővé teszi, hogy a pályázati támogatást infrastruktúrás fejlesztésre is fordítsuk. A múltkori közgyűlésen erre a pályázatra már benyújtottuk az Árpád Fedem gimnázium és Ártmos iskolának a felújítását. A pályázatonként egy feladatellátási hely felújítására kerülhet sor, és emiatt vált szükségessé az, hogy új pályázatként nyújtsuk be a másik IMS technológiával épült és életveszélyessé vált kertvárosi iskola felújítását. Ugye itt a Székhely intézményről van szó, ez a testvérvárosok terei általános iskola. Minden bizonnyal két pályázat benyújtása reális esetőséget biztosít arra, hogy itt esetleg olyan támogatást kapunk, ami segít a IMS iskolák felújítására, illetve a probléma megoldására. A pályázat két fordulós 2010 decemberére lehet számítani arra, hogy a pályázat végső elbírálására sor kerül. Ebből következően a nyertes pályázat esetén a megvalósítás 2011 tavaszán kezdődhet. Az előterjesztésben szerepel az, hogy a benyújtandó pályázatnak a forrása 90%-ban a maximálisan leírható 600 millió forint, és ehhez járul hozzá 10% önrész. Az önrész forrása a idei költségvetésben a IMS felújításra a költségvetésben elkülönített 350 millió forint. Kérem a közgyűlést, hogy támogassa a testvérvárosok teri általános iskolának a felújítására benyújtott pályázaton való részvételt. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy nagyjából körvonalazódik a kertvárosi iskoláknak a sors, illetve hát a helyzetük rendezése. Remélhetőleg a két pályázat nyertes lesz, és így 2011-ben elkezdődhet az Árpád Fejedelem Gimnázium és a Testvérvárosok Terei Iskolának a megerősítése. A legsürgetőbb az I.S. Gyula iskolának a felújítása. Itt a idei költségvetésből 200 millió forint marad. Fő prioritásként kell kezelni a következő költségvetés összeállításánál ezt az összeget, ennek az összegnek a kiegészítését. És mindenképpen szükség van állami kormányzati támogatásnak a megszerzésére is. Ennek érdekében tudomásom szerint a központi költségvetés tárgyalásánál az országgyűlésben a Fidesz módosító indítványt is adott be, kifejezetten az I.S. Gyula iskolának a megerősítésére. Tehát még egyszer kérem a tisztelt közgyűlést, hogy támogassa akkor, hogy a Megyerváros iskola Székhely intézményére, a testvérvárosok teri iskolára pályázatot nyújtsunk be. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Meixner képviselő úr következik, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Frakciónk fogja támogatni ezt az előterjesztést, mint ahogy a bizottságban is egy hangú volt a véleményalkotás, a véleménynyilvánítás, hiszen azt mondtuk kezdettől fogva, hogy mindhárom épületnek a felújítására szükség van, mindegyiknek más az oka. De a pályázaton való indulás pedig azért fontos, mert az biztosan látszik, hogy az önkormányzat nem tud akkora összeget saját költségvetéseiből, nyilván több évet érintően előhozni, hogy ezeket a javításokat megcsinálja. Ráadásul azért emlékeztetni szeretném a képviselőtestületet arra is, hogy nem csupán erről a három intézményről kell majd gondoskodni, hanem a későbbiekben még további 10 épület van, amelyik IMS szerkezettel épült és nem került megerősítésre. Nyilván ott is kell majd a későbbiekben további kormányzati vagy pályázati források bevonására gondolni, mint ahogy ennél is, és remélem, hogy mindkét pályázat nyer, és ezért támogatjuk ezt az előterjesztést. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő Mindon Károly képviselőtársunk, következik, önné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy apró tizedes veszőnyi hibára szeretném felhívni az előterjesztésben a
a figyelmet. Az előterjesztés azt tartalmaz, hogy a beruházás összege 666 ezer forint, és a teljes beruházás 10%-a az önrész, ami itt az előterjesztésben 66 ezer. Ez így nem egészen stimmel, ezt a pályázat elkészítésekor kérem, hogy pontosítsák. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót. A észrevétel az jogos, a önerő kiszámítása az azt szerint történt, ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a maximális lehívható összeg a 600 millió forint, azt tekintendő 90%-nak, és abból lett leszámítva a 10%, és egyébként az észrevétel jogos, hogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kőhegy István képviselőtársunk, ki a szó, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát nagyon örülök, hogy ez a napirendi pont ma szerepel a napirendi soron, hiszen mint egy 3 héttel ezelőtt, vagy 4 héttel ezelőtt, amikor a legutóbbi közgyűlésen ez szóba került, akkor még igen aggályos volt ennek az iskolának a jövője, és én, mint önkormányzati képviselő, ugye akkor szóltam ennek az iskolának az érdekében, és azt gondolom, hogy egy tipikus példája ez az előterjesztés annak, hogy közös összefogással, politikamentesen igenis lehet eredményt elérni, és remélem, hogy 2011-ben meg is kezdődhet az iskolának a felújítása. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Hozzászólás igényt nem látok, szavazni az előterjesztésről. Közülés 35 egyhangú szavazattal fogadta el az előterjesztést. Következik tervezői szakfelügyelet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében, ez nyilvánvalóan LKF napirendi pont. Itt annyi kérésem lenne a 4 közgyűlési frakció irányába, hogy miután 4 helyre kell delegálnunk személyeket, 2 az LKF városi szervező közbeszerzés tárgyaló és bírálóbizottságába, 2 pedig a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont szakfelügyelet tárgyaló és bírálóbizottságába. Tehát kérném a frakciókat, a 4 frakciót, hogy egy-egy javaslatot tegyen. Bocsánat, akkor 6. 6. Van a nagy kiállító tér ügyében is, közbeszerzési eljárás tárgyaló és bírálóbizottságba. Tehát akkor arra kérek javaslatot, hogy a 2 nagy frakció, az MSZP és a Fidesz-KDNP tegyen 2-2 névre javaslatot, az ÖPE és a Baloldali Szövetség pedig 1 nevet szíveskedjék delegálni a 6 pozícióra. Legyen 2 képviselő. Legyen 2 képviselő. Dr. Tóth Bertalan, frakcióvezető úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Mi mind a 2 helyre Sík László Lajos képviselő urat jelöljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Évész Mária, Fidesz-KDNP frakció. A Fidesz-KDNP frakció mind a 2 helyre Elvi József Etimasai. Köszönöm szépen. Összefogás Pécs Egyesület, Baloldali Szövetség részére van a javaslat. Sarkadi Gábor frakcióvezető úr. A részünkre lehetőséget biztosít a delegáció. A személyemet Sarkadi Gábort javasoljuk. Igen, köszönöm szépen. Lengvárszki Attila képviselő úr. Dévényi Sándort javasolja az Összefogás Pécsért Egyesület. Köszönöm szépen. Akkor már csak annyi pontosítást kérnék, hogy melyik delegált hova kerül, mert ezt szintén azért jó lenne eldönteni. Ugye itt 3 különböző hely van, 3 terület, ahova kell delegálnunk 2-2 szemét. Tehát van az LKF városrész, a Tudásközpont és a Nagy Kiállító tér Múzeum utca. Tóth Bertalan képviselő. A MSZP frakció a Tudásközpont és az LKF városnegyedbe szeretné javasolni Sík Lászlót. Igen. Révész Mária, képviselőasszony. Nagy Csaba, polgármester úr. Nagy Csaba, polgármester úr. Köszönöm szépen.
ahova Sík László Lajost delegált az MSZP, oda Erbi Józsefet delegálja a Fidesz. Köszönöm szépen. Tehát EKF városrész Erbi József és Tudásközpont Erbi József. Ilyen módon a nagy kiállító teret hagynánk a két maradék, ez nem sorrendiség, csak ugye így hozta a helyzet a két kisebb frakció számára, tehát a Nagy Tudásközpont esetében. Tisztelt közgyűlés, akkor egy ügyrendi szavazást kérek, hogy a hat szeméről egyben tudunk-e szavazni. Kérem erről a szavazást. Köszönöm, a közgyűlés elfogadta egyhangulag. Most, hogy ilyen módon döntöttünk, akkor a személyekről és magáról az előterjesztésről is kérem a szavazás egyben, egy szavazási eljárás keretében. Három igen és kettő tartózkodás mellett a közülés elfogadta az előterjesztést. A 17-es napirendi pont levételre került, a 18. Pécs keret vállalkozási szervezés módosítása a kulturális főváros program keretében. Nincsen szóbeli kiegészítésem, hozzászólást nem látok, kérném a szavazást. Megállapítom, a közgyűlés 34 igen és 1 nem szavazat mellett az előterjesztést elfogadta. 19. napirendi pont következik, közterek római egy támogatási szerződés módosítása című előterjesztés. Kiegészítésem nincsen, dr. Évész Mária, kér szót, parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. A közgyűlés szerintem nagyon méltányos a kivitelezőkkel szemben, amikor nagyvonalúan módosítja ezeket a szerződéseket, hiszen a elég szigorú közbeszerzési szabályok szerint vállalt vállalkozói szerződésekben komoly értékelő pontszámot tartalmazott, vagy jelentett a vállalkozási határidő. Tulajdonképpen ezeknek a módosításáról van szó. Én azt kérem, hogy a hivatal a határozatba rögzítse. Tudnék, követhetetlen, hogy mi történik. Általában a határozatokból dolgozunk, azok vannak meghivatkozva. Na most a határozatban csak annyi van, hogy a melléklet szerinti tartalommal. Én azt kérem, hogy a határozatban a különféle beruházási elemeknek a módosítása, tehát elemek is legyenek felsorolva, és a módosítás tartalmat, tehát 56 nappal módosítja, vagy valami, hát ami benne van a mellékletben. Mert azért a mellékletekből elég nehéz kinyerni a határozat valódi tartalmát, mert a valódi tartalom az ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elfogadom az észrevételt, kérem jegyzőasszonyt, hogy a hasonló előterjesztések esetén a későbbiek során erre figyelemmel történnek meg az előterjesztéseknek az előkészítései. Több hozzászólás igényt nem látok, kérem a szavazást. Közülés 34 egyhangú szavazattal az előterjesztést elfogadta. A következő napirendi pontokat, azaz a kórháztér vállalkozói szerződés módosítását, a Rókus sétány vállalkozói szerződés módosítását, valamint a Tettye vállalkozói szerződés módosítását, azok nagyon hasonló tartalma miatt, mint ezt korábban jeleztem, együtt tárgyalnánk. Nekem ez előterjesztési kiegészítésem nincsen. Kérdezem, van-e hozzászólás, dr. Évész Mária, frakcióvezető asszony, önnél a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Itt is ugyanazt szeretném kérni a hivataltól, hogy a határozatban pontosan jelenjenek meg a módosítás tartalma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Több hozzászólás igényt nem látok, akkor három szavazás következne. Elsőként szavaznánk a Rókus sétány ügyében történő módosításról. Kérem a szavazást.
Köszönöm szépen. 31 igen és 3 tartózkodással a közülés elfogadta a módosítást. A második szavazási kör a Tettye Park felújítása kapcsán kötendő kötött szerződés módosításáról szólna. Kérem, hogy erről szavazzunk. Igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett a közgyűlés az előterjesztést elfogadta. És végezetül ebben a napirendi pontban szavaznánk utoljára a belváros nyugati kapujának, ez a kórháztér más néven, csak kicsit ilyen költőre sikerült a szöveg felújítása ügyében a módosításnak az elfogadása. Kérem a szavazást. Köszönöm. 30 igen és 3 tartózkodás mellett a közülés ezt is elfogadta. Következik a 23. napirendi pont. Ennek a címe nyilvánosság biztosítása az EKF projektek keretén belül című előterjesztés. Kiegészítésem, mint előterjesztő, ez nincsen. Hozzászólást nem látok, kérem a szavazást. Szépen megállt a közülés, 34 igennel a előterjesztés egyhangulag fogadt el. Következő napirendi pont a 24. sorszámot viselő előterjesztés. A Tettye forrásához ért vezérigazgatója, a felügyelőbizottsági tagjainak díjadása, ennek megállapítása. Előterjesztője ennek a napirendi pontnak én volnék, de Nagy Csaba hevesen kíván ezt hozzászólni, akkor átadom neki a szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, az elmúlt közgyűlésünkön döntöttünk a Tettye forrásház ZRT megalakításáról. Akkor a közgyűlés nem fogadta el a vezérigazgató úrnak a fizetését, erre most javaslatot tettünk, amely tulajdonképpen 25%-kal kevesebb, mint az előző cégnek a vezérigazgatójának a fizetése. Az előző igazgatónak a prémium kiírása az 70% mértékig volt beírva a munkaszerződésébe. Itt 33%-ra csökkentettük le, bekorlátoztuk azt, hogy milyen kategóriájú gépjármű az, amit a munkaköre betöltéséhez használhat. Ez egy középkategóriájú gépjármű lesz, ami egyébként használtan kerül megvételre. Ezt azért szeretném zárójelbe tenni. Szeretném azt is mondani, hogy a személy használat vonatkozásában a költségeit a gépjárműnek a vezérigazgató úr fizeti. Ezen felül az igazgató úr jelen pillanatban ellátja az igazgatóságnak a feladatkörét is. Az igazgatósági tiszteletdíj az előző cégnél havonta 742.000 forint volt, tehát ezt is igyekeztünk úgy meghatározni, hogy a lehető legkevesebb költséggel és költséghatékonyan tudjon működni az újonnan létrejött cég. Annyit szeretnék még mondani, hogy a most jelenleg háromtagú felügyelőbizottságnak a díjazása egyenértékű a korábban üzemeltető cégnek a felügyelőbizottsági tagságért járó díjazással. Azt gondoljuk, hogy itt azért jelentős feladatok vannak az új cégmenedzsmentje előtt a tekintetben, hogy egy megfelelően működő céget tudjanak a közeljövőben létrehozni, illetve azt teljesen tudják üzemeltetni. Annyit szeretnék még mondani, hogy érdekes lehet az összehasonlítás az ezt megelőző időszakban kötött úgynevezett menedzser típusú szerződésekkel, hiszen az előbb említett adatokból látszik, hogy jelentősen kevesebb egyrészt a munkabér, másrészt az az összeg, amit jutalomként kifizetünk, harmadrészt az egyéb juttatások is szigorú korlátok közé vannak szorítva, és talán van ennek egy negyedik pontja még hozzá az, hogy ha esetlegesen úgy dönt a testület, illetve úgy dönt az igazgató úr, vezérigazgató úr, hogy elválnak egymástól útjaink,
akkor nem tarthat számot olyan jellegű végkielégítésekre, mint ami egyébként az elmúlt időszakban kötött szerződéseknél jellemző volt, itt a munkatörvénykönyve szerinti lelépési végkielégítés jár. Tehát azt gondolom, hogy ennél minimálisabb tartalomban nem lehetett meghatározni ezeket az összegeket. Ez talán jelzésértékű is lehet, hogy az új városvezetés milyen típusú úgynevezett menedzser szerződéseket kíván kötni. Jellemző egyébként a történetre, hogyha jól megnézik ezt az előterjesztést, hogy lényegesen olcsóbb üzemelést és cégirányítást tesz lehetővé, mint az ezt megelőző szerződések. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy fogadják el ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a polgármester úr. Megisztelen adás képviselőtársunk, kér szó. Parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, frakcióülésen tegnap elég hosszan tárgyaltuk az ezzel kapcsolatos ügyeket, és így az igazgató úr díjazására vonatkozóan is teszünk javaslatot. Egyetértve jó részt azzal, amit alpolgármester úr elmondott, úgy gondoljuk azonban, hogy azok az érvek, amelyet elmondott, amelyek azok még kiegészíthetők, vagy indokok és tények kiegészíthetők néhány dologgal. Az egyik az, hogy Winkler urat nem igazán ismerjük, hogy mennyire jó szakember, nem pályázat alapján került kinevezésre, hanem csak megbízással, és úgy gondoljuk, hogy az az összeg, amit most a javaslatban hozott a városvezetés, a 900 000 forint, ez lényegesen magasabb, mint a polgármester úr juttatása, és úgy gondoljuk, hogy azért a polgármester felelősségrendszerénél, vagy éppen munka mennyiségénél neki sem lesz több. Ezért az a javaslatunk, hogy ez a díjazás egyezzen meg, ez a kettő, tehát 600 000 forint bér, illetve hát 50%-ban meg lehetne határozni azt a célprémium rendszert, amelyik az ő tevékenységével összefügg. Nem azt mondjuk, hogy a későbbiekben elzárkózunk attól, hogy a egyébként Pécs városában az egyéb ügyvezetőknek a díjazásához hasonlóan felülvizsgáljuk, és nagyságrendileg mondjuk emeljünk ezen az összegen. De hát először azt javasoljuk ennek az új poszt új betöltőjének, hogy bizonyítson. És térjünk rá vissza később, akkor, amikor már tényleg vannak eredményei az ő tevékenységének, akár abban, hogy az általa vezetett cég valóban hozza azokat az elvárásokat, hozza azokat a megtakarításokat, és mondjuk rendet teremt ebben az egyenlőre sokszor kaotikusnak tűnő helyzetben, akkor térjünk erre vissza. De ebben a helyzetben mi úgy gondoljuk, hogy ez az általunk javasolt díjazás méltányos lenne. Javasoljuk továbbá azt is, hogy a felügyelőbizottsági javaslatot, tehát a díjazási javaslatot is csökkentsük valamivel, és így az elnök részére 70, a tagok részére pedig 60 000 forintot állapítsunk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Hát én elsőként köszönöm az aggodalmat, ami kicsendült az elhangzottakból, hogy a polgármester figyelése kisebb, mint a cégvezetője. Hogyha ez egyedi eset volna, akkor én ezt megérteném. Tehát szíves örömes belemennék ebbe a beszélgetésbe, hogy kinek mennyi legyen a díjadása. A helyzet sajnos az ebben a városban, és nem csak Pécs városában, hogy minden cégvezető többet keres, mint a polgármester. Tehát hogyha ezt ilyen módon közelítjük meg, akkor szerintem viszont erről most nem is érdemes döntést hoznunk, akkor legyen egy közülési vitanap, amikor eldöntjük a cégeink vezetőinek, milyen díjat kívánunk folyósítani. Mert ha tényleg ez a cél, hogy a polgármester fizetésére igazítsunk különböző vezető díjakat, akkor itt hát elég kemény világ, ez nem sokára szerintem. Én attól tartok viszont, hogy az ön mondandójának nem ez a valós tartalma, mert ha ez lett volna, akkor nyilván ezt kifejtette volna részletesebben. Ezt úgy értékelem, hogy önök nem szívesen járulnak hozzá, hogy új vezető kapjon egy normális, tisztességes díjadást, ami egyébként nyilván megjár neki, és amint a polgármester úr kifejtette elég részletesen, hogy ez jóval kevesebb minden tekintetben, az alapösszeg tekintetében is, illetőleg a járulékos feltételek szempontjából is az eddigi díjadáshoz képest. Ezért én úgy gondolom, hogy mint előterjesztő ezt a javaslatomat fenntartom.
és kérem azt, hogy gondolják önök is át ezt a reagálást, amit Mejszer András nagyon kultúráltan kifejtett, de szerintem nem elfogadható, amit ő mondott. Hasonlóképpen gondolkodnék a FEB tagok díjadásáról is, hiszen hogyha az elvégzett munkát, a felelősséget nézzük ebben az ügyben, akkor ez a javaslat, amit Mejszer András megemlített, ez messze alatta marad más hasonló jellegű szolgáltatóknál alkalmazott díjadási tételeknek is. Úgy is mondhatnám, hogy ez a módosítási javaslat a többi szolgáltató cég esetében alkalmazott díjadásokhoz képest meglehetősen diszkriminatív, negatív értelemben. Úgyhogy jó lenne akkor, hogyha ez egy komoly szándék, akkor ezt olyan módon megvitatni, hogy akkor tegyük össze az összes szolgáltató cégnek a vezetőnek a díjadását, azokat a kiegészítő juttatásokat, amiket kapnak a különböző szolgáltatók vezetői, és ebben az összefüggésben tényleg nézzük akkor át, hogy mi jár, mi nem jár. De így, hogy egy cégen kvázi leverjük azt, hogy nekünk nem tetszik különböző eddigi megoldások, gyakorlatoknak a vitele, hát ezt nem tartom méltányosnak. Tóth Bertalan, kér szót, parancsoljon, frakcióvezető úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én azt gondolom, hogy kicsit érdemes megnézni az eredeti előterjesztést. Ugye abban 9000 forint és 33% prémium szerepel. Mexner András képviselőtársam javaslata pedig az volt, hogy legyen 600.000 forint az induló fizetés, és 50% a prémium. Tehát, hogyha összesében nézzük azokat a célprémium feltételeket, amelyeket megszab majd talán valamelyik szakbizottság, hogyha jól olvastam az előterjesztésben, azok teljesülnek, akkor nem lesz ez kevesebb, mint az eredeti előterjesztés, viszont valahol ösztönző is teljesen egyetértek polgármester úrra, hogy érdemes erről akár egy közgyűlési előterjesztést is idehozni a közgyűlés elé, és megtárgyalni, hogy áttérhetnénk egy ilyen módszerre is, hogy legyen alacsonyabb az alapfizetés, és ha teljesülnek azok a prémium feltételek, akkor kapjanak plusz fizetést a cégvezetőink. Ez abból a szempontból is jó lehet, hogy jobban ösztönzöttek válhatnak a önkormányzati gazdasági társaság vezetői. A felelősségről is szó esett, most, hogyha megnézem, hogy a holding és a Biocon vezetője, tehát két cég vezetője is kevesebbet keres, mint ez az előterjesztésben szereplő 9000 forint. Ha megnézem azt, hogy a Biocon egy kb. 25 milliárdos Európai Uniós projektet fog levezényelni, ugye itt most a felügyelőbizottsági tagoknak a felelősségéről beszélek, tehát én nem látom azt a különbséget, amiért indokolt lenne a felügyelőbizottság tagjainak ilyen kiemelt magas fizetése. Ugye önök is még a kampányban is több közülés is megerősítették, hogy csökkenteni szeretnék a felügyelőbizottsági tagoknak a juttatásait. Ha jól tudom, az önök egyik párttagja még ingyen is vállalt ilyen feladatot. Nyilván én azt gondolom, hogy valamilyen juttatásra szükség van, mert tényleg felelősségvállalásról van szó, de nem látom azt a plusz többletet ennél a cégnél, összehasonlítva akár a Biocomnál, vagy beszéljünk a holdingról, hiszen tudjuk, hogy milyen nehéz gazdasági körülmények között működik, milyen pénzügyi problémái vannak. Nem látom azt a plusz felelősségvállalást, amiért ilyen kiemelt magas juttatást kellene a felügyelőbizottság tagjainak biztosítani. Ezért én javaslom, hogy és kérem a közülést, hogy szavazzák meg Mejszer András módosító indítványát, legyen egy induló 600.000 forintos bruttó havi bér, és legyen 50%-os a prémium, és hát nyilván ez egy jó prémium feltételrendszerrel megerősíthető, nyilván a bizottság erre oda fog figyelni. Azt viszont külön kérem, hogy a felügyelőbizottság tagjainak 70, az elnöknek 70, a tagoknak pedig 60.000 forintba állapítsa meg tiszteletdíját a közgyűlés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A polgármester úr kíván szólni, parancsoljon, nem jön szó. Köszönöm szépen. Sok mindent értek az érvelésbe, bár szerettem volna, hogyha ez a tegnapi továbbülésen is elhangzik, mert ott egész más volt még akkor az MSZP képviselőknek a véleménye, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem tudok egyetérteni önnel, mert hogyha ez lett volna a véleményük, akkor miért nem mondták el ezt a véleményt akkor, amikor a közgyűlés a igazgatósági helyekről és a felügyelőbizottsági helyekről döntött. Az a juttatás, amit ide beterjesztettünk, forintra és fillére megegyezik a
üzemeltető cég elődjének a felügyelő bizottsági juttatásaival semmivel se több, semmivel se kevesebb. És azt gondolom, hogy ennek a cégnek mind a felügyelő bizottság vonatkozásában, mint a vezérigazgató vonatkozásában, aki a vezérigazgatóság feladatait is most ebben az átmeneti időszakban magára vállalta, ebben az embert próbáló időszakban. Tehát azt gondolom, hogy pont ez az, ami indokolja azt, hogy ilyen tekintetben ezek a kérdések így kerüljenek leszabályozására és megfogalmazásra. Ha megnézzük azokat a pénzeszközöket, amiket mondjuk a PTÁV-nál, a Biocom-nál a cégvezetők kapnak, magasabban vannak prémiumval együtt úgymond belőle, mint a mostani szerződésben. És van két óriási különbség ezek között a szerződések között. Ha és amennyiben a pécsi testület úgy dönt, hogy nincs megelégedve valakinek a munkájával, akkor azt csak súlyos végkielégítése, kifizetése árán tudja megtenni. Itt van a kezemben az a levél, amely levél válasz Füredi Péter képviselő úr javaslatára, vagy kérdésére, hogy a PKZRT-nek az előző vezérigazgatóját mekkora összeggel lehetett közös megegyezéssel elbocsájtani. Ugye önök is összeadták ezeket a számokat, ez ugye több mint 50 millió forintot jelent. Jelen szerződés lehetővé teszi esetlegesen egy új közgyűlésnek, vagy egy más közgyűlési többségnek, hogy ennél sokkal kisebb teher alatt váltson, hogyha esetleg úgy gondolja, hogy nincs megelégve a cégvezetőnek a működésére. Alapvető, még egyszer mondom, alapvető különbségek vannak, és én kérem azt, hogy gondolják át ezt a javaslatot, hiszen tegnap az önök frakciójából többen úgy gondolták, hogy elfogadható ez az összeg. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, ebben a tényleg embert és szakmaiságot megpróbáltatás elé helyező időszakban, ennél a cégnél ez a juttatás a piaci körülményekhez mérten is indokolható, és az a szigorú feltétel rendszer, amit mögé tettünk, az pedig egy teljesen más alapelven alapul, mint az eddigiek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Nyulász István képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én szintén tennék egy módosító indítványt, de el kell, hogy magyarázzam, hogy honnan ered. Levettük a következő napirendi pontot, aminek az lett volna a címe, hogy tetje forrásház érti működésének biztosításához szükséges döntések meghozatala. Eleve se volt jó szerintem, mert mikor egy ZRT működésének a biztosításához szükséges döntéseket kell meghoznunk, én utána tenném a vezérigazgató, az igazgatótanács és a felügyelő bizottság fizetéseinek a megállapításait is. És nekem vannak ilyen kérdéseim, amire nem kell most válaszolni, hogy ne menjünk bele a következő napi rendi pontba, csak címszavakban szeretném elmondani, hogy egy olyan ZRT személyi kérdéseit firtatjuk ma, amelynek nincsen környezetvédelmi és vízügyi engedélye. 50 millió forintot bérjelleggel kifizetett más cég alkalmazottjainak. Ígértünk 500 millió forintot a kezdeti indulásokhoz. Nem tudjuk, hogy miből és milyen felhatalmazások alapján fog ez megszületni. Tele van az újság és a média azzal, hogy 3,1%-a csökkentjük a vízdíjat, ami mögött nincsen költségbecslés és nincsenek pénzügyi számítások, mert akkor én azt javasolnám, hogy legyen 10% a csökkentés. Tehát nem tudjuk ezeket a működési környezeteket. Ha nem tudjuk a működési környezeteket, és nem teszünk tisztába a dolgokat, és nem határozzuk meg a működéshez szükséges feltételeket, és például nem kényszerülne a tetje forrásház ZRT arra, hogy free mailen multinacionális cégnek küldjön méleket, hogy legyen szíves, küldje el a vízművel meglévő szerződését, már át szeretnék írni. Most nem fogom megmondani, hogy ez melyik cég volt, de nagyon nagy cég Pécset. Tehát, hogyha a működési környezetek és a feltételek megvannak, akkor beszélhetünk a személyi kérdésekről. Nekem a 900 ezer forint fizetés az egy elfogadható fizetés, ahogy a polgármester úr is mondja, akkor, hogyha ehhez a feltételrendszerek biztosítva vannak. Ezért nekem az a módosító indítványom, és én magam nem fogok tudni ebben a kérdésben dönteni, hogy döntsünk a már elnapolt napirendben először, valamikor a következő közgyűlésen, és én addig nem tudok felelősséggel egy személyi kérdésben, sem a felügyelőbizottságban, sem pedig a vezérigazgatói bérezésben
állást foglalni. Ez belőlem kifejezetten a szakmai, pénzügyi és semmiféle politikai töltete nincsen. A javaslatom tehát az, hogy ezt ma ne tárgyaljuk meg, hanem tegyük rendben a működés feltételeit, és utána határozzuk meg a fizetést. Mert lehet, hogy az jön, hogy tudunk adni 1.500.000-et, lehet, hogy maradhat a 900, lehet, hogy pedig az fog kijönni, hogy nem tudunk adni csak annyit, amennyit Meixner András is javasolt. Tehát a módosító indítványunk, hogy ma ebben a kérdésben ne döntsünk, hanem döntsünk a működés biztosításához szükséges döntések meghozatala után. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Tóth Bertalan, frakszerető úr, kér szót. És kap is. Eláll. Köszönöm szépen. Erdő József képviselőtársunk. Öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, a mai gazdasági világban nemzetközi szinten, de Magyarországon is nem ritka az 1 millió-1,5 millió forintos fizetés. Sokszor pályakezdők is kapnak ilyen fizetéseket felelős menedzseri beosztásban. Ezt a szöveget a szocialista frakció mondta el ezelőtt jó pár évvel, én csak ismétlem. Következésképpen nagyon furcsálom, hogy most megváltozott a helyzet, és Pécs város érdekeit szolgáló új szervezet szolgáltat vizet, akinek a vezetőjét itt üdvözöljük. Én úgy gondolom, hogy a munkájának a minimál feltételeit biztosítanunk kell, és ez a fizetés, ez igazán nem sok. Úgyhogy kérem képviselőtársaimat, vegyük a témát komolyra, és szavazzuk meg vezérigazgató úrnak a fizetését, ahhoz, hogy megfelelő munkát végezhessen. Egyébként kiváló munkát végzett eddig is, és ezután is remélem, hogy ugyanígy fogja folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ügyrendben kér Nyögéri Lajos képviselő úr szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát két megjegyzésem lenne, az egyiket mondom, mert szerintem tényleg az az ügyrendi. Méghozzá, hogyha én jól értettem Juhász képviselőtársam szavait, akkor ő egy elnapolást kezdeményezett, amiről azonnal szavazni kellett volna, amit nem tettünk meg. A másik pedig csak egy meg... Nem mondta ki képviselő úr. Akkor kérdezzük majd meg, mert hogy én azért ezt jó értettem, és így értettem. A másik pedig, ha már Kővári képviselőtársamnak ezt mondtam, akkor most az MSZP frakciónak is tudom mondani, hát visszanyalt a fagyi. Csak azt szeretném, hogy a képviselőtársaim is ugyanúgy reagáljanak majd erre, mint amikor reagáltak a mi hozzászólásainkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor, hogy akkor pontosak legyünk, Juhász Istvántól kérdezem, hogy akkor az indítvány, az ügyrendi, tehát hogy napoljuk el a napirendi pontot, így szól, vagy pedig csak az, hogy egy ilyen óhaj volt általában szólva. Megadom a szót. Köszönöm, polgármester úr. Én azt hittem, hogy az elmondottak alapján ez egyenes következménye az általam elmondottaknak. Persze, hát hogyha nem tudjuk megbeszélni a működést, akkor erről én azt mondom, hogy ne vitatkozunk, ez pedig nem más, mint egy elnapolási javaslat. Megerősítem akkor szóban. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor szavazunk. Ügyrendi indítványról lévén szó. A közülés kérdezem, hogy az elnapolásról szavazzon, aki szeretné, az igen gombot nyomjon. Közülés 20 igennel, 16 nemmel és egy tartózkodással úgy döntött, hogy elnapolja ezt a napirendi pontot. Nem napolta. Miért nem? Minősített többségként. Jegyzőasszony korrigálta a kijelentésemet, tehát a közülésnek 21 fővel kellett volna megszavaznia ezek szerint. Megadom a szót, úgy rendben, Nyögéri Lajosnak, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ha jól tudom, bár már kritika érte az MSZP frakciót, hogy nem ismeri az SMS-t. Az SMS úgy tárgyalja azt hiszem ezt a címszót, hogy a jelenlévő képviselők többsége szükséges ehhez. A jelenlévő képviselőket pedig a bejelentkezések alapján határozzuk meg. A szavazás alatt 36 képviselő volt bejelentkezve, és
és ebből 20 képviselő szavazott az igennel. Tehát, hogy ez a jelenlevő képviselőknek a többsége, minősített többségét jelenti. Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Papjuri címzés főjegyzőasszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő testület, az SMS 38-szakasa szerint határozathozatali kérdéseket tárgyal ez a szakasz. A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges a napirendi pont elnapolásához. Tehát minősített többség, 21 igen szavazat. Igen, kritikát kell gyakorolnom, és igaza van az MSZP frakciónak. Volt egy múltkori szavazásunk, ahol elnézést kérek, nem tudom most melyik napirendnél, de akkor tényleg 20 volt, és nem vettük észre. Tehát én ezt elismerem, ez egy hibánk volt, hogy nem jeleztünk, mégpedig az a napirend volt, amit polgármester úr kért levenni napirendről. Egy támogatási kérelem, amelyben egy alapítvány támogatott volna, nem tudtuk már levenni napirendről, ezért volt az elnapolása a kérdésnek, de polgármester úr nem hozta vissza egyébként, mert ezt azt hiszem más keretből biztosította azt az alapítványi támogatást. Lehet, hogy ezt tévesztettem most a frakciót, tehát egyértelmű is elnézését kérem a képviselő testületől, külön az MSZP frakciótól, hogy ezt akkor nem jeleztem. Határozathozatalnál, tehát a megválasztott képviselőknek kell több mint fele 21 igen szavazat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Fuchs Gábor szintén ügyrejben kér szó, tessék képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Itt az új fejlemények tükrében viszont én szeretném kérni akkor polgármester urat, hogy gondoskodjon arról, hogy többet ilyen félértés ne fordulhasson elő. Azt gondolom, hogy a képviselők félrevezetésére nagyon alkalmasak az ilyen szituációk. Nem tudom, mi lehet ennek a módja, de egy picit zaklatott idegállapotba tud kerülni a képviselő akkor, amikor egyik pillanatban, egyik közgyűlésen, hát nem tudom, hogy ki az, aki hibázik vagy téved, és ugye ugyanebből a felfogásból kiindulva kiderül, hogy hát sajnos mégsem úgy van, mert egyik közgyűlésen minősített többséggel, másik közgyűlésen nem. Én azt gondolom, hogy az SMS az mérvadó ebben a tekintetben, természetesen el is fogadjuk az SMS sorait, csak hát így nem jó szájízzel fogunk elmenni ebédelni. Köszönöm. Tisztelt képviselő úr, én úgy gondolom, hogy az imént elhangzott főjegyző asszony által említett megjegyzés, vagy elmondott kiegészítés, az minden tisztázott elnézést kér. Többször is, ha jól emlékszem, a frakciótól ezért a rossz értelmezésért többet ilyen nem fog előfordulni, megígérjük főjegyző asszony nevében közösen. Ügyrendben, Nagy Csaba kér szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester úr, még tennék egy javaslatot Fuchs Gábor képviselő úrnak méghozzá abból a szempontból, hogy a zaklatott lelki állapotán tudjak segíteni. Én javasolnám önnek, hogy olvassa el az SMS-t, és akkor ez többet nem fog előfordulni. Köszönöm szépen. Jó, szép vita kezd ebből is kialakulni. Fuchs Gábor ügyrendben kér szót, tessék parancsolni, megadom a szót. Köszönöm a polgármester úr javaslatát, természetesen élni fogok szabadidőmben ezzel a lehetőséggel. Csak az a probléma vele, hogy múltkor is mi úgy gondoltuk, hogy jól tudjuk az SMS-t, csak ugye meggyőztek minket arról, hogy mégis rosszul tudjuk, tehát lehet, hogy másnak is el kéne olvasni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy gyakori ügyről lenne szó, hogy minden közülésen ezzel szembesülünk. Azt hiszem, az elmúlt 4 évben először van ilyen helyzet, kérem ezt mindenki tekintse belátó módon. Neisztán András kér szót, és meg is adom neki, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr. Szeretném akkor most néhány személyes indokkal is indokolni, hogy miért mondtam azt, amit mondtam. Nyilvánvaló a tegnapi frakciózésen is érveltem amellett, hogy ez a dolog történjen. Szóval ott kezdeném, hogy tettem egy fogadalmat. Akkor, amikor Mészáros Andrásnak az 1,2 millió forintját megszavaztuk a közgyűlésbe, polgármester úr, tasnádi polgármester úr kifejezett óhajára és kívánságára, azt mondtam, hogy ez az utolsó, amikor teljesítmény nélkül, előre látható teljesítmény nélkül én bárkinek bármilyen, tehát ilyen magas pénzt megszavazok. Ezért én ezt nem, tehát akárhogy dönt a közgyűlés, én ezt a 900 ezer forintot nagyon soknak tartom egy láthatóan, vagy nem előre látható teljesítményre. Amúgy meg erdképviselő úrnak, hát kérdezze meg a városban az embereket, hogy sok-e 600 ezer forint, vagy nem, vagy kevés.
Tehát én azt gondolom, ráadásul azt az előterjesztést, ami itt előttünk van, határozati javaslat, abban az egyes pont 900.000 forint összegű fizetésről, díjazásról beszél, de nem határoz meg itt egyetlen pont sem semmilyen prémiumot, az itt nem látszik. Én azért mondtam, hogy a 600.000 forint, mint fix, az jó, és szavazzuk ezt a 50%-os prémiumot, ha ő tényleg megérdemli, akkor ez ugyanaz a pénz, nem kevesebb a végösszege. Viszont azért teljesítmény nélkül embereket nem tudok ilyen magas összegű díjazásra javasolni, vagy ezt elfogadni. Számos rossz példa van. Az ember abból tanul, amit elvétett. Én úgy gondolom, hogy ez volt az az indok, amit én el kellett, hogy itt mondjak, mert ezt nem mondtam el az első hozzászólásomnál, de amit elmondtam a frakcióülésen, és a frakció ezt akceptálta, mondván, hogy legyen egységes az álláspontunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kővár János frakcióvezető úr, kér szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ez a napirend ugye szerepelt már az előző közgyűlésen is, és ma is itt van előttünk. Én úgy gondolom, hogy igazából az a kérdés is erre kellene választ adni mindannyiunknak, hogy a cég működő képességét elég viharos ugye itt, ami körülveszi ezt az ügyet, de ennek a cégnek a működő képességét tudjuk-e biztosítani, vagy nem tudjuk biztosítani. Én azt gondolom, hogy egyszer a közgyűlés eldöntötte tulajdonképpen egyhangulag, hogy ezt az utat választja, hogy egy új céget bíz meg a vízmű üzemeltetésével, akkor ezt az utat folytatni kellene, lehet vitatkozni részleteken nyilvánvalóan. Én azt szeretném kérni, hogy megint csak őmérsékletet kérnék a szocialista képviselőtársaimtól e tekintetben, mert itt többen szólaltak fel olyanok, akik önkormányzati cég vezetőjeként elképzelhető, hogy hasonló összeget kerestek. Ha valakitől méltánytalan, akkor úgy gondolom, hogy tőlük igen, hogyha most ezen lovagolnak, hogy ez az összeg mekkora. Most már a múltkorihoz képest lejjebb lett véve, elmondták az előterjesztők, hogy ezek az intézkedések megtakarításokat is jelentenek a menedzsment költségekben. Lehet ezt még ragozni, hogy 600, 700, 800 legyen, vagy 500, vagy kinek melyik szám tetszik. Én úgy gondolom, hogy az volna fontos, hogy végre szülessen egy olyan döntés, hogy működőképessé tegyük ezt a céget, próbálja meg végre azzal foglalkozni, ami a feladata lenne. Erre kérném a szocialista képviselőtársaimat is. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Nagy Csaba, a polgármester úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tényleg nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, de azért egy-két dolgot szeretnék rögzíteni. Én azt gondolom, hogy a múlt hibáiból mindenkinek tanulnia kell. Pont ebből az okból kifolyólag hoztunk egy olyan típusú szerződést ide, amely azt gondolom, hogy minta lehet közeljövőben majd az új szerződések kötésénél. Elmondanám még egyszer. Tehát maga az alapbér jelentősen alacsonyabb, mint egy 25%-kal, jelentősen alacsonyabb a prémium, mint az előző vezetésnél. Az igazgatósági feladatokat is ellátja a vezérigazgató úr. Alacsonyabb a felügyelőbizottsági létszám. Be van szabályozva a személy jellegű juttatások, be vannak korlátozva, ez is egy megtakarítást jelent. És végül, és nem utolsó sorban, a felmondás is a lehető legminimálisabb összegben van, illetve lehetőségként meghatározva. Ilyen típusú szerződése Pécset egyetlen egy cégvezetőnek nincsen. Ha és amennyiben a város életében egy politikai irányváltás történik, és önök nincsenek megelégedve a cégvezetővel, gyakorlatilag egyik napról a másikra minimális költséggel meg lehet tőle válni. Ilyen szerződést az utóbbi 10-15 évben ez a város még nem kötött egyetlen egy menedzserével sem. És ráadásul mindezt egy olyan helyzetben tesszük, ahol nem a napi 8 órás munkavégzés az elvárt követelményszint e vonatkozásban. Ez a konstrukció, amit ide most letettünk a cég menedzsmentjével kapcsolatban, havonta több mint 2 millió forinttal olcsóbb, mint az ezt megelőző üzemeltető cégnél, hogyha a terheket is hozzáveszük. Én annyit kérnék Meissner Andrástól, hogy ezt mérlegelje. Köszönöm szépen.
Köszönöm, Juhász István úr, ügyrendben kér szót, parancsoljon képviselő úr. Polgármester úr, szeretném megkérdezni, hogy milyen típusú szerződése nincsen a többi önkormányzati cégnek, mert ezt a típusút én nem látom. De tényleg, hol van a szerződés? Mert csak itt egy összegről van szó, hogyha ide lenne most melléje téve mellékletbe a munkaszerződés, akkor azt mondom, hogy egyetértek, de hát nem olvastam. Egyikünk sem. Bocsánat. Köszönöm. Dr. Tóth Bertalan, frakcióvezető úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A polgármester elmondta, hogy ez mennyivel kevesebb, mint volt, mennyivel több. Kővári képviselő is azt mondja, hogy hát ez már alacsonyabb, mint volt. Én nem úgy látom, hogy alacsonyabb lenne, mert ugye a legutóbbi közülsen is 900 ezer forint volt, és most is 900 ezer forint, tehát én ezt nem látom, hogy mitől lenne alacsonyabb. És még egyszer hangsúlyozom, hogy Kővári képviselő nem volt itt a vita elején, hogy itt nem, tehát hogyha teljesülnek a prémium feltételek, és valóban, amit kitűz a bizottság, akkor, ha visszanézünk, akkor lehet, hogy ugyanez az összeg jön majd ki, tehát ez nem lesz kevesebb, hanem pontosan azért javasoljuk, hogy legyen egy ösztönző rendszer, legyen egy prémium rendszer, legyen nyilván egy alapfizetés, és ha ezt eléri a vezérigazgató, akkor ugyanahhoz az összeghez fog hozzájutni, mint az eredeti előterjesztés. Tehát itt most nem összegszerűségben vitatkozunk, hanem egy elvről vitatkozunk, mégpedig arról, hogy egy alacsonyabb alapfizetéssel, magasabb prémiummal, vagy egy magasabb alapfizetéssel, kevesebb prémiummal. Én azt gondolom, hogy ebben van racionalitás, ebben nem politikát kell keresni, hanem egy racionális javaslat. Én kérem, hogy fontolják meg képviselőtársaim, és fogadjuk el a módosító javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A polgármester úr kíván szólni, megadom a szót. Köszönöm szépen. Nem szeretnék a cégvezető úr szakszervezeti bizalmia lenni, de egyet azért még szeretnék hozzátenni Tóth Bertalannak, hogy amit én mondtam, az az előző üzemeltető által meghatározott és a város korábbi vezetése által elfogadott szerződésekhez mérten megtakarítás. Tehát az előző városvezetés, mondhatnám azt is, hogy önök, az előző üzemeltető cég vezetőjének a bérét 1.200.000 forintban állapították meg. Ez a bér 300.000 forinttal kevesebb, mint egy 25%-kal. Az előző cégvezetőnek 70% volt ehhez képest a prémiuma, most az alacsonyabb árhoz képest 33%, tehát kevesebb, mint a fele. Én nem szeretnék a végkielégítésről és minden más egyébről ismételten szólni, csak erre mondtam azt, hogy jelentősen kisebb ez a teher, ami a cég üzemeltetésében jelentkezik. Ezen kívül ellátja az igazgató úr az igazgatósági feladatokat, ami havonta mínusz 742.000 forint. Ehhez képest még hozzájönnek a különböző járulékok. Ehhez képest most az előző verzióhoz képest kettővel kevesebb felügyelőbizottsági tag van. Ez havonta 2 millió forintot jelent a cég életében. Talán ezért fordulhat az elő, hogy az új cégmenedzsment azt vállalta föl, hogy nem érvényesíti a pécsi vízdiakban a július 1-től felemelt 25%-os áfából származó 5%-os többletet, amit egyébként az előző üzemeltető érvényesíteni akart, és azt is vállalták, hogy a következő évben nem lesz szennyvíz és vízdíj emelés. Ha ezeket összeadjuk, akkor és hozzátesszük a 3,2%-os vízdíj csökkentést, akkor messze 10% fölött járunk egy esetleges francia üzemeltetői 2010-es januári ár összehasonlításnál. Ez csak, hogy mellesleg megjegyzem ilyen tekintetben. De ezeket a lépéseket akkor lehet megtenni, hogyha ezt a céget menedzserek irányítják és takarékosan irányítják. Ezért javasoltuk ezt a szerződést. Még valamit szeretnék mondani, hogy nyilvánvaló köthető a tekintetben kompromisszum, hogy vigyük lejjebb az alapbért és a prémiumot a prémium keretében, hogy mondjam, fejezzük ki az irányú igényünket, hogy bizonyítson az új igazgató a munkájában. De amit önök most mondtak, hogy vigyük le a fizetést arra az összeg, amit említettek, és 50%-os prémium legyen, az, hogyha ezt összeadjuk, akkor gyakorlatilag jóval kevesebb összegről beszélünk, mint ami ebben a szerződésben van. Az önök által felvázolt konstrukcióban ott van egy 600 000 forintos alapbér, hogyha ugyanezt a bérszínvonalat szeretnénk, vagy
tartjuk kívánatosnak, hiszen mégiscsak egy menedzserről van szó, akkor ott gyakorlatilag 100%-os prémiumot kellene beterjeszteni. Ez is lehet megoldás, csak mi azt gondoltuk, hogy inkább legyen magasabb az alapbér, és inkább legyen kevesebb a prémium. E tekintetben azt gondolom, hogy én is és az igazgató úr is nyitottak vagyunk, tehát hogyha önök azt javasolják, hogy ez a csökkentett, tehát az előző vezetéshez képest csökkentett bér a piaci béreknek megfelelő, ám de adjuk ezt úgy oda a cégvezetőnek, hogy fele legyen alapbér, fele pedig prémium, én azt gondolom, hogy ez elfogadható kompromisszum is. Szeretnék még valamit tenni gondolatként ide. A Gazdaság és Vállalkozási Bizottságban nekünk, mint kormányzóknak nincs többségünk, tehát önök nélkül ezeket a prémium kiírásokat és a prémium elbírálást nem tudjuk megtenni. Tehát nyilvánvalóan azt gondolom, hogy az ellenzéknek egy akkora kontrollja van a kifizetések kapcsán, amekkor még talán nem volt ebben a városban. Tehát hogyha ez is erősíti az önök érveit, akkor én ezt el tudom fogadni. Mert nyilvánvaló, hogy a prémium kifizetésére csak akkor kerülhet sor, hogyha a kormányzó párt és az ellenzék is megvan elégedve a cégvezető munkájával. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tóth Bertalan frakcióvezető úr, kér szót, öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én örülök annak, hogy a polgármester is megértette ezt az érvelésünket, és hát nyilván majd még, hogyha lesz idő, akkor gyorsan majd a szemekből végigfutok a frakción, hogy el tudjuk-e fogadni ezt a javaslatot, megközelíthető így is, tehát én azt gondolom, hogy ez egy megfelelő kompromisszum lehet, de ahhoz meg ragaszkodunk, hogy a felügyelőbizottság tagjainak alacsonyabb legyen a juttatása, hát ebben nem tudunk kompromisszumot kötni. A másik pedig, hogy elhangzott az előző városvezetés döntése itt a vízmű vezetőinek bérezése kapcsán, de én azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy a menedzsment jogokat nem a város gyakorolta ebben a cégben, tehát itt nem az előző városvezetés határozta meg a vezérigazgatónak a fizetését, hanem a francia tulajdonostárs javasolt, és az igazgatóság, és remélem jól mondom az új jogi kifejezését, tehát az igazgatóság határozta meg a vezérigazgató juttatásait és a vezérigazgató prémium feltételeit és prémiumnak a mértékét a fizetéshez képest. Tehát ez nem az önkormányzat közgyűlésének volt a feladata és hatásköre. És ha jól tudom, akkor most már közel 2 éve a Pécsi Vízmű Zrt. Igazgatósága nem fogadta el a nyirati vezérigazgató úrnak a prémium feltétel teljesítését, a prémium kifizetését, illetve a jövő évi prémium célkitűzéseit. Tehát azért itt, hogyha most egy kicsit visszafele mutogatunk, akkor ezt most én kérem, hogy ne tegyük, mert ebben nem az önkormányzatnak volt kompetenciája. Köszönöm szépen. Köszönöm, a polgármester úr kíván szólni, megadom a szót. Köszönöm szépen, tényleg most már nagyon röviden annyit javítanék Tóth Bertalan hozzászólásán, hogy a tulajdonosi közgyűlés nem fogadta el. Gazdasági bizottságon is szóba került a felügyelőbizottsági tagoknak a díjazása, ott is felmerült egy szerényebb mérték. Én akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy el tudom fogadni az önök álláspontját e tekintetben. Tehát ha az az álláspont, hogy még tovább csökkentsük ezeket az összegeket, rajta tegyük, én támogatom az önök indítványát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hoppá Péter képviselőtársunk, kér szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Egy egyszerű számsort szeretnék csak mindenféle érv nélkül közé tenni. Tehát az 1,2 millió forintos havi bruttó jövedelem 70%-os prémiummal számolva, az ugye maximálisan 2 millió 80 ezer forint. Ehhez képest a 900 ezer forintos bruttó jövedelem 33%-os prémiummal megtolva maximálisan 1,2 millió forint. Ez azt jelenti, hogy a 2 millió 80 ezer és az 1 millió 200 ezer forint közötti különbség az 40%-os fizetéscsökkenést eredményez. Én azt hiszem, hogy ha egy megjegyzést tehetek mellé a számsor mellé, a 40%-os vezetői fizetéscsökkenéssel az országunk lakossága az állami cégeknél is elégedett lehetne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Juhász István, bizottsági elnök úr, kér szót, megadom a szót, parancsoljon.
Köszönöm. Csak egy kicsi vidámság, polgármester úr, így ebéd előtt, hogy én most olvasom, hogy 13 óra 3 perckor a közgyűlés elfogadta a Tettye Forrásház ZRT vezérigazgatójának a díjazását, úgyhogy szerintem nyugodtan elmehetünk ebédelni. Jó, tisztelt közgyűlés, több hozzászólást nem látok, akkor összefoglalnám mind előterjesztő ezt az eddigi vitát. Tehát néhány szempont elhangzott. Én előterjesztőként, amennyiben ezt így elfogadja a testület, el tudom fogadni azt, hogy vezérigazgatónak a díjazása úgy alakuljon 600 000 forint per hó plusz 100% prémium, illetőleg a két bizottsági tag részére 60 000 forint kerül megalapításra, és a felelnöke részére pedig 70 000 forint per hó. Tehát amennyiben ezt a közülés így el tudja fogadni, akkor ezt én támogatom, mint előterjesztő. Én kérem, hogy erről szavazunk. Ez módosító természetesen, tehát ez módosító csomag egyben. Erről kérném a szavazást. Köszönöm szépen, megállapítva a közülés 18 igen szavazattal, 12 nemmel és 6 tartózkodással elfogadta. Miért nem? Jó, akkor a módosítás a közülés nem fogadta el, akkor ezek után marad az előterjesztés, amit ugye nyilván nem tudok másként előterjeszteni, de le van írva, akkor kérem, hogy erről szavazzunk. Kérünk szünetet. Ügyrendben, Meister András kér szó, tessék. Nem, polgármester úr, én nem vontam vissza a módosító javaslatomat. Ön terjesztett be egy másikat, kvázi a vita összefoglalásaként, de én utána nem vontam vissza a módosító javaslatomat, úgy gondolom, hogy erről szavaztatni kell. Köszönöm szépen. Jó, tisztelt testület. Én akkor most szünetet rendelnék el, úgyis ebédszünet már régóta aktuális. Kis figyelmet kérek, jegyzőasszonyi a szót, tessék, parancs, megadom a szót. Köszönöm szépen, szavazás közben vagyunk, Meissner úgy ismertetném, ha megtetszen engedni a módosítóját, ami arról szólt, hogy 600 000 forint plusz 50%-os prémium. Igen, és ugyanúgy az elnök számára 70 000 és 60 000 a tagok számára. Tehát tiszteltel kérlek, polgármester, mert az előző nem kapta meg a többségi szavazatot, erről szavazom most a testület. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen a korrekciót, akkor erről kérem, hogy szabadon a képviselőtestület, a jegyzőasszony ismertetett, Meissner András indítványáról beszélünk természetesen. Közülés 32 igennel és 3 tartózkodással elfogadta az előterjesztés ebben a formában, tehát a módosított korrigált javaslat került elfogadásra. Tisztelt közgyűlés, most ebédszünet következik, folytatás 3:43-kor, tehát egy óra múlva. Milyen végszavazás? Jó. Egy perc figyelmet még kérnék szépen, jegyzőasszony, újabb korrekcióra és intő szavaira hivatkozva arra kérem, hogy tegyünk egy végszavazást arra, amit megszavaztanak. Most kétszer szavazunk gyakorlatilag, kérem a szavazást ezzel kapcsolatban. Az október 1-i hatály miatt van erre szükség egyébként. Köszönöm szépen, 32 igen, 1 nem és 3 tartózkodás. Kérdezem, hogy egyzőasszonyt, hogy a szünetet most elrendeletem-e? Köszönöm szépen, elrendelem a szünetet, 3:43-ig úgyhogy. 3:43.
A közgyűlés most szünetet tart. A testület eddig 22 napirendi pontot tárgyalt meg. Hosszas vitát kavart, és a szünet után tovább folytatja a képviselőtestület annak a közbeszerzési eljárásnak a tárgyalását, amelyet közérdekű hírek megjelentetésére írnak ki a város. Elnapolta a testület az Expo Center ügyeinek feltárására létrehozott bizottság szakértőinek megbízásáról szóló előterjesztést. Pályázat benyújtásáról döntött a képviselőtestület az IMS technológiával épült testvérvárosok Terei Általános Iskola felújítására. A 600 millió forintos támogatást DDOP pályázaton kívánja elnyerni a várost. Mindezek mellett több LKF-hez kapcsolódó, javarészt szerződés módosítással kapcsolatos ügyben hozott döntést a közgyűlés. Ebédszünet után folytatjuk, tartsanak velünk a továbbiakban is. Thank you.